óra 8, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, szia Gyuri. Jó reggelt. Hello Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Na, hát itt vagyok a stúdióban, de jó érzés. Igen, jó, másképp szól minden, de hát ugye maga az, hogy itt vagytok, drága barátaim. Ah, hát máshogy is nézel ki. Azért le voltál rongyolódva. Néztelek a Viberen, hát nem a legjobb színed volt. Micsoda? De... Százszor jobban néztem ki, mint ti. Gyuri, akkor tényleg nem volt, hogy az a Viber, ő se látott minket szépnek, mit sem, őt, ez valami nem stimmel. Viberrel van a gond, de most nagyon jól nézel ki, tényleg. Jobban, mint előtte. Kipihentem magam, sokat fürödtem. Föl vagy puhulva. Föl vagyok puhulva. Ráértél a karanténban fürdőzni. Fürdőztem otthon, igen. Fürdőköpenben mászkáltam fel és alá. Akkor fogyottam el. Melissa fürdős, mi? Nagyon, igen. Kell mennem Melisszér, igazad van. Köszönöm, hogy szólsz. Még most is gőzölök a bőrön, látod? Hát szagold meg a bőröm, nagyon fincsi. Tényleg? Igen. Na, itt vagyok, igen, nagyon sokan írják is, hogy ugye most már mindenki együtt a stúdióban. Abszolút, Morgan, mindenkinek nagyon nem húznám az időt, Isten hozott, bocsi, újra a stúdióban. Jóci a hajószigetelő Rotterdamból. Igen, igen, igen. Közben itt felváltva eszem a szülinapi tortáimat, tehát ugye, amit ti hoztatok, az a gyümölcsös. Kinek volt az ötlet, hogy gyümölcsös legyen? Hát ezt kaptátok? Vagy ez maradt? Szerintem ezt a Kriszti és Ati intézte, úgyhogy ez valahol náluk dőlt el. Na, ez a lényeg. Finom volt, és a másik meg ugye, amit a rajongói csoport hozott, a dobostorta, hát azt is majszolgatom még. Mm. Aztán hát versenyt futok az idővel az elrohadás és a megevés között. Ma be kéne fejezni mind a kettőt. Igen, ma be kéne mennyi fejezni. Mennyi van még? 6 szelet mind a kettőt. Legalább. Hát kemény délután lesz. Ja, kemény délután lesz. Na, mi van még? Buenos Morgenke, Gabcsi. Ja, egy valamit majd ezt valaki magyarázza el a rajongói csoportból, hogy az első ajándék az a úgy néz ki, mint egy futballkupa, amiben gyertyák vannak, és mint a szét lehetne nyitni, de nem mertem széttörni, és belül egy foci, de nem értem, nem működik. Hogy annak mi a kidobtam a csomagolását, nem tudom mi az. Még vissza tudjátok vinni, ha megvan a blokk. Nem azért, hanem hogy az mi, hogy az mit kell csinálnom vele. Na, Buenos Morgenke, Gabcsi, a home office vagy már stúdió kompatibilis. Ez mehet Scrabble-ben, ugye? Igen, stúdió kompatibilis, abszolút. Egy soron kívüli gyógyító grüne teát Gabcsikának, akár így, akár úgy üzeni. Csibi is, hello Csibi is, köszi. Gabi bátyám, jó reggelt, a hétvégémet egy ír mondással tudnám jellemezni, természetesen átvitt értelemben. A kúthoz vezetheted a lovadat, de nem érheted el, hogy igyon is. Meglárás. Ez volt a hétvége. Mi? Ezek a bölcsességek nem tudsz belekötni. Ez olyan érvényes, ahogy... Nem érdemes, igen. Így van. Csak hogy mire tudod ezt lefordítani, hasznosítani a saját életedben, azt nem tudom, de... És tudom, hogy nem kell hozzá ló. Tehát igen. Ezt értem. És kút, szerintem kút se. Tehát akinek nincs kútja, az is magára veheti. Igen. Ínyenc vagyok, más téven gurmé, tombol a tavasz, kezdődhet a turné. Lacabiáról. Jó, készülődünk. Jó reggelt a legjobbaknak. 2 hét Szabi után ma már veletek ébredek, remélem teljes a csapat. Laci, tegnap nagyon jó voltál a hashtag bocskorban, azért külön imádom, hogy Jolánt magával vinné, ha baj lenne. Puszi mindenkinek, Mercis Kriszti. Na, hogy vinném Jolánt, persze. Szerintem nem, szerintem hazudtál, de jól tetted, mert ott abban a körben hazudnod kellett. Ott muszáj volt, tehát ott ilyen vérmes állatvédők vannak. Így van. Egyelőre a Bárdosi Sanyi állt ki, tök normálisan egyébként. Nézd, hogy tök normális. Na jó, mindegy, ne menjünk bele, mert ez egy másik műsor és egy másik tematika, ami nem mindenki tudja, de szerintem jól tetted, hogy hazudtál. Ott muszáj volt. Akkor, ha megölt volna az Áber Anita, nem hazudsz. Meg azok ketten, a Tóroc Gönnyitől lefogja az a fejét, az Áber Anita pedig a lábával lefogja a mellkasom és fűrészelik a torkom. Igen. Közlekedés. M0-áson az M5-ös irányába az Alacskai pihenőnél baleset történt, legalább 3 km a kocsi sor, ezt Munkás Laci üzente, 3:06-kor. Igen, ég egy kis teherautó, és ez az oka a torlódásnak. Napsugarak kélyes fénye ráül a rozés pohárra, most már indulnod kell, Pöpike. Kezdődik a bocskor, ne feküdj vissza a babádra. Pöpi a hentes magának és magáról. A babádra. Igen, na jó. Szép kezdés, köszönjük szépen az első üzeneteket. Időjárás jelentés Anettől. Mikor írtad? Most már mindegy. A reggel. Most reggel. Igen. Jó, elég rendesen helyt állt a tavasz az elmúlt napokban, tündöklése ma és holnap még biztosan folytatódik majd. Ma napközben 23 fok is lehet, holnap 25 sem kizárt. Szerdán már erősen felhős időre van kilátás, a hét második felében egyre több helyen ered el az eső. Gedeon és Johanna névnap van ma. Igen, boldog névnapot nekik. Egyrészt, másrészt, újabb magyar Oscar-díjas ünnepelhet a világ, Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője nyerte el az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel a 94.
Oscar díját adó ceremónián. Igen. És ez így a látványterv kapott Oscart, és ezt ők ketten? Pontosan. Igen. Wow, le a kalappal. Most nekem ez az egész Oscar, ez teljesen elmaradt. Hát most ez kimaradt. Ez nem jó időben rendezik, hogy mi ezt tudjuk élvezni. Igen, de valamikor úgy izgultam, meg felkeltem, és akkor megnéztem az utolsó néhány óráját, meg ez, de most valahogy úgy nem volt. Valami izgi amúgy. Hát biztos igen. Lett volna, ha nézzük. Vagy meglepetés, vagy olyan film, amire azt mondjuk, hogy hú. Nem tudom, meglepetés, én most olvasgattam, hogy a Will Smith itt a Chris Rockot, aki a műsorvezető volt, az felképelte egy igen. Ilyen jópofáskodásért. Nem tudtam eldönteni, hogy ez egy megrendezett dolog, vagy egy valódi indulat. Ott minden tudom. Megrendezett az Oscaron. Billy Eilish kapott Oscart, azt hallottam. Minden azt megrendezett. Ja nem, ő direkt kapta. Húha, még szerepben van a Laci. 225 éve Nathaniel Briggs szabadalmaztatta a mosógép elődjét, a mosódeszkát. Tényleg? Ez nem az indiánok? A ülősas szabadalmaztatta? Vagy nem tudom, nem ők mostak először ruhát? Nem. De ez amikor ülnek a szabadalmi igen. Hivatalban Amerikában, a váróban kint, ő egy ilyen deszkával ül kint, és kérdezi a melletteli, hogy te mit találtál föl? Hú, nem akarom elmondani, mert nagyon nagy találmány. Ez a deszka, ez. Ja, és 36 éve született Lady Gaga. Olyan fiatal. Amerikai énekesnő, zeneszerző. Oké, okay, Anett. Lady Gaga. Na. Ez majdnem sikerült. Ez közel volt, igen. Na, Gyuri azt mondja, Pakson 3 fok van, 21 lesz napsütés. Miami 20 fokos, 31 lesz napsütés. Győr. 3 fokos, 21 lesz a csúcs nap. Nyíregyháza. 3 fok van most, 20 lesz majd nap. És Budapest 4 fokos és 23 lesz. És itt is napsütés. Nagyon jó. Na, egy nagyon izgalmas dologról kell, hogy beszéljünk. És tudom, hogy itt megoszlanak majd a vélemények, talán még indulatok is lesznek. Itt az állatfajokról lesz szó, és azoknak a kihalásáról. Ugye rengeteg ember azon dolgozik, és mindenki sokan sajnálkoznak, hogy úristen, állatfajok kihaló félben vannak. Megint egyel kevesebb van. Ugyanakkor meg a másik oldalon jönnek be új állatok, ami tök jó. Most az utóbbi időben jelentéktelen állatok jöttek be, azt hiszem ilyen kis apró... Semmi fontos emlős vagy ezért nem volt, semmi fontos, így van. Ízelt lábúak meg ilyenek. És akkor persze az emberben ugye olykor feltámad az emberiségben, feltámad az ötlet, hogy mi lenne, ha megmentenénk egy pár állatfajt, de nem úgy, hogy nem engedjük megölni az utolsó fehér oroszlánt, hanem hogy klónozzuk és feltámasztjuk az egyik régi állatot. Igen, olyan jó. Emlékeztek? Nem emlékszünk, amikor volt, mert 10 000 éve volt, de olyan jó lenne, ha lenne megint. És nem 10 000 éve volt, itt van egy állat, amely 1936-ban halt ki örökre. Oh. Tehát az utolsó példány akkor halt meg, és ez nem más, mint a tasmán tigris. Na most, van-e a világnak szüksége, tehát tudom, hogy nagy állatbarát vagy, Anett, van-e a világnak szüksége tasmán tigrisre? Hát azt gondolom, hogy nem. Tehát ugye tényleg nagy állatvédő vagyok. Hát ezek után gondolom. Kár lenne róla beszélni. Én is ezt gondolom. De nem kár erről beszélni, mert biztos, hogy másnak más a véleménye. Hát a tasmán tigris nem azért halt ki, mert elvitte a jóisten, hanem azért, mert az emberek levadázták, és aztán már túlvadázták, és az utolsó példány 36-ban egy állatkertben halt meg. 1936. Uh-huh. És most klónozni akarják, és erre van egy ilyen gyűjtés, vagy nem tudom, tehát van egy alapítvány, egy labor, és állítólag a tasmán tigris most újra feltámasztják. Uh-huh. Na, ez egy érdekes kérdés, hogy ez kell-e nekünk. Tehát, hogy a Jurassic Park mintájára csak nem mertek még nagyot álmodni, hanem a tasmán tigris úgy néz ki, mint egy ronda, csíkos kutya cápafogakkal. Igen, és kengurú tudjátok. Igen, hát igen, nevezzük bármilyennek. És amúgy ez amúgy még erszényes is, ugye? Igen, ráadásul. Csak ezt nem látjuk az erszényét. Itt nincs van egy erszénye. Itt van, ez, nem, hát ez nem egy színes fotó, hanem egy színezett fotó, ugye? Gondolom én. Hát igen, ez egy korabeli. És 36-os kép. És erről vitatkozzunk majd egy picit, mert azért itt a környezetvédők játszanak, ugye az állatvédők, a Greenpeace, a nem tudom mi, hogy azért elnézést kérek, de nem az a dolga az állatoknak, hogy kihaljanak előbb-utóbb? Hát ha ez a sorsuk, akkor ez a sorsuk. És most mindegy, hogy az ember lövi le, vagy a természeti körülmények nem felelnek már meg neki, mert változik, de hát ez akkor is, amikor mi még nem voltunk ilyen vadállat emberek, akkor is így történt. Hát igen, meg hogy van ez, hogy most jönnek a környezetvédők, meg ezek a klónozók, és azt mondják, hogy ó, a természet a legnagyobb erő a világon, és akkor azt mondják neki, hogy természet, majd mi megmondjuk, hogy milyen állat legyen.
beleszólunk. Hát beleszólunk, ugyanakkor mi is a természet részei vagyunk, tehát a fele tudja, hogy ez egy jó játéka vagy sem. Jó játéka az, hogy feltámasztanak egy tasmán tigrist, majd az véletlenül nem csak állatkertben mutogatják, hanem szeretnék újra betelepíteni Ausztráliában. Uh-huh. Hát figyelj, oda nyugodtan. De onnan jött, tehát ott volt eleve. Maradjon ott. Szóval beszéljünk egy picit az állatfajokról. Azt gondolom, hogy az nem olyan nagy baj, ha kihal egy állatfaj, mert jön egy újabb. Tehát itt most majd nyilván jöhetünk a mamut, elefánt példával, vagy bármi. Jön egy sokkal aranyosabb. És ugye, Anett? Igen, igen, én is azt gondolom. Most kivételesen egyetértek vele. Na, nagyon jó, nagyon örülök. Szóval erről fogunk majd beszélni, jó? Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig egy örök zöld téma, és aki szereti a másik nemet, azt ez a téma valamilyen szinten valamikor foglalkoztatta, vagy foglalkoztatja a mai napig, és ez a fogamzásgátlás. Hú, ugye, Anett, milyen rég gondoltál rá? Hát ide is tudom. Igen. Na de várjál, de most jön a lényeg, és ez az, ami állandó vitatéma tud lenni, a férfi fogamzásgátlás. És ugye rengetegszer hallottuk már olyanról, hogy na most már aztán kitalálták, most már injekció formájában a férfi lehet gátolni a fogamzást a férfi keresztül. A férfi nem fogan semmit, hanem hogy a nemző képességet. Mm. Az gátol is, stb. És akkor ezen sokszor vitatkoztak, a férfiak sokan azt mondják, hogy nem, azt ők nem adatnák be maguknak, az izé, meg biztos van mellékhatása, meg mi van, ha nem áll vissza. De most állítok, van egy olyan tabletta, amely egyébként pont ugyanúgy működik, mint a nőknél. Beveszed, sterillé válsz, abba hagyod, pár hét után újra nemzőképes vagy. Uh-huh. És ez a férfiak tényleg nehezen kezdenék el. Teszem hozzá, valószínűleg a nők, amikor annak idején elkezdték a fogamzásgátlást, akkor is azt mondták, hogy állítólag most van egy tabletta, amiből nem lesz baj. Igen. Így kezdődött az is, csak a nők azt mondták, hogy hát oké, legyen. Hát igen, de ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Egyrészt a nők örülnének ennek, hogy ezt a terhet átdobhatják, legalábbis részben a férfiakra. Ez az egyik kérdés. Na mit gondolsz? Én imádnám. Jó, te imádnád, nagyon jó. Akkor mi férfiak nem éreznénk-e úgy, hogy valahogy férfiatlanná válunk ezáltal, hogyha éppen elkezdjük szedni? Én nem tudom, mi van velem, bennem van ez a tabletta azóta. Nem, tudod, nem tehát ez pszichés. Hát ezt mondom. Igen, hogy vajon mi mit szólnánk ehhez? Ha szegény nőket, nem tudom, 60-as évek óta van antibébi tabletta? Azt körülbelül. Gondolom, igen. A szegény nőket, a 60-as évek óta ezzel etetjük, ezek hormonális készítmények. Akkor miért nem lehetne, ha már van egy biztonságos tabletta, ezt átvállalni? Ugye? Mm. Például. Tegyük tönkre az eddig vegytiszta férfiakat, őket is hormonizáljuk el, mint a nők, ahogy vannak. De a nők áldozatot hoztak ezért, értünk. Ez értünk, vagy akár saját magukért. Akkor bíznánk-e egymásban, hogy azért a nők szoktak trükközni a tablettákkal? Ja, azt hittem, hogy mi egymásban. Nem, mi bízunk. Bocsi, bevettem. Tehát a nők ugye szoktak ezzel trükközni is. Persze, de egyébként ott van tehát a gondolat az én fejemben is, hogy mi van akkor, ha ti meg elfelejtitek. Vagy... Na, az meg a másik. Igen. Tehát, az meg a másik, így van. Tehát, hogyha a Gyurival összehozna a sors, akkor belenéznél a Gyuri ritiküljébe, hogy a szerdát bekapta-e. Bele bizony, sőt, én adnám be neki. Tehát a csütörtök. De megtapasztalnátok, hogy mit élünk át, mi amúgy. Na, az meg a másik. Na jó, azért mondom, van miről beszélni ezzel kapcsolatban. És Vokcika is bejelentkezik. Ma megint az agyunkkal foglalkozik a voga. Mm. Nagyon-nagyon szépen kutatja az emberi fajt egyébként. Állítólag nem mindegy, hogy sötétben alszunk-e vagy sem, ugye? Igen, nagyon nem mindegy, és erre most friss kutatások vannak. Ebből fogja egy picit a szokásainkat boncolgatni, és majd lehet, hogy újra gondolja mindenki a magáit. Mert én nem szeretek tényleg korom fekete sötétben aludni, hanem szeretem, hogyha egy picit beszivárog valami fény, nincs leeresztve a redőny teljesen, hanem csak egy függöny van elhúzva. Megy a tévé. Megy a tévé. Nagy baj, nagy baj. Imádom. Majd meglátjátok. Imádom a tévét. Na mindegy, Vokcival elmondja, hogy mi a baj velem. De elmondtam múlt héten is. A parasztalcot nem felejtem. És jövünk vissza a pénteki nap legjobb pillanataival, ami nyilván nem Szandi volt, és a
Légtornász, drága Háder úr szétszórtságában egy picit... Randizási alapelvek. Mi? Randizási alapelvek voltak. Tudod, hát a Csutival kapcsolatban beszéltünk arról, hogy neki van egy elf, hogy a nő fizet minden második pénteken, viszont az első péntekeken meg ő fizet, de csak 70-30 arányban. Közle Laci. Igen, 3-7 lesz 2 perc múlva. Hát itt az Oscarral kapcsolatban írnak egy-két dolgot. Jó reggelt, kedvenceim, ha nem lennék szerelmes bocsiba, azt mondanám, Laci zseniális volt tegnap este a tévében, de én csak annyit mondok, bravo Laci. Köszönöm szépen. Millió puszi Nóri üzeni. Akkor valódi indulat volt, mármint az Oscar díját adom. A Will Smith. Igen, mert a beteg felesége kopasságán viccelődött, káromkodott is Will Smith. Aha. Ha megnézzük, kíváncsi vagyok így a... Hű. A mimikákra, meg mindenre. Üdv, a trófea vadászat a primitív emberek hobbija. Awakening Tiger TikTok. Az ébredező tigris. Írja valaki. Gondolom, ez majd arra a témára írta, hogy ugye a tasmán tigris, amelyet most klónozva fel akarnak újra támasztani, és azért halt ki 1936-ban, mert levadázták az emberek. Igen. Jó, nekem egy vödör ilyen tabletta kell, ez a másik témánkra. Igen, és valódi indulat volt, mert a beteg felesége kopasságán viccelődött, hogy ő játszhatná az új G.I. Jane-t. Aha. Hát amennyiben beteg a felesége, és ezzel poénkodott Chris Rock. Hát az nem ízléses. Az nem ízléses. Káromkodott is Will Smith, nem merd a szádra venni még egyszer a feleségem, te pont. Na erre kíváncsiak erre a jelentre, ezt majd mutassátok meg. Jó, igen. Oké, na jó van, Laci, mi az, ami lenyűgöz? Mesélj. Tehát ez óriási, gyerekek, egy amerikai csaj szakított a pasiával. Óriási. Egyetlen egy nagyon nagy hibát követtek el, hogy amikor ők együtt voltak, akkor azt gondolták, hogy hát ez sokáig fog tartani, boldogok leszünk, nagyon jó lesz nekünk ez a párkapcsolat, fizessünk be egy dominikai nyaralásra. De hogy olcsóbb legyen a dolog, ilyen nem visszatérítendőre, úgyse lesz semmi. De legtöbben így bukolunk, nem? Hát a legtöbben így bukolunk, hogy nem visszatér. Mi történne? Hát ugye, amikor veszel egy repülőjegyet, vagy bebukkolsz egy utazást, ha csak nincs Covid, vagy ilyesmi, akkor azt a plusz nem tudom hány százalékot, vagy nem tudom fix összeget, azt nem szoktad kifizetni, nem? Hogy hát, ha le kell mondani. Komolyan. Igen, te bebiztosítod magad? Hát amikor én mentem, általában be volt. Jó, Gyuri, de te úgy, eleve úgy vetted az utazást Törökországba. Hogy lehetőleg valahogy ki fogok bújni. Pontosan... Gyuri tudta, hogy ez a visszatérítendő dolog, ez fontos. Hogy ezzel élni fog. Kérdezte is a barátnője, hogy de minek az a visszatérítendő dolog? Na, meglátod. Hidd el, én ismerem magam jobban. Ez nem számít biztosítási csalásnak, ugye? Csak tisztelt. Nem. Kifizet a plusz összeget, és visszafizetik, hát nem is az egészet. Na de ők nem, ők spórolni akartak a repjegyen, meg a nyaraláson, meg stb. Nem visszatérítendő. Csak éppen a nyaralás előtt 2 héttel úgy alakult, hogy szakítottak egymással. És akkor mit mond ilyenkor az, aki nem visszatérítendőt vesz, Gyuri? Hát szívás. Nem, de... azt mondja, elmegyek, elutazom. Ja, vagy nem tudom, kérdezem. Ez az opcionám, nem. Ja, nem mindegy, igen. Nem. Elmegy? El. Ők elmentek. Ja, hogy mind a ketten? Persze. Nem lehetett volna úgy, hogy az egyik nem megy. Tehát... Hát de hogyha úgy fizették mondjuk, hogy fele-fele, akkor te azt mondod, hogy szakítottunk, akkor nem megyek? Azt mondom, hogy megveszem tőled a részed, és akkor viszek mást. Mondjuk ezt is lehetett volna. Igen, melyikünk vegye igénybe? Melyikünk vegye igénybe? Ez is egy érdekes kérdés. De ők elmentek ketten. Ők elmentek ketten, és hát erről videókat rakott fel a TikTokra a csaj, ami ilyen több milliós megtekintésnél tart, és hát nyilván kommentelik az emberek, hogy jaj, hagyjuk már, úgyis az lesz belőle, hogy összejöttök. És hát nem lehet tudni. Mert hogy töltenek föl videókat, hogy ott vannak a szállodában, a medence partján, ott kis barátkozás van. Van. Kis csőrözés van. Ja, az is van? Persze. Hát igen, mert onnantól ez egy ilyen kockázatmentes fázisba került ez a dolog. Hát de nagyon közel van még a szakítás, tehát nem? De, pontosan. Tehát azért 2 hét vagy 3 hét, az még semmi, Laci. Tehát. Na jó, de szakítás után mit kell egy nővel csinálni? Vigasztalni. Általában ezt egy másik férfi szokta csinálni, nincs ott egy másik férfi, akkor majd vigasztalja ő. De miért kell vigasztalni? Hát, szakított vele az a szemét, aki én vagyok. De lehet, hogy nem, az is lehet, hogy a nő szakított vele, lehet, hogy a férfit kell vigasztalni. Lehet, hogy a férfit kell vigasztalni, és akkor a nő mondja azt, hogy hát szakított veled az a szemét, nő, majd akkor én megvigasztallak. De még az is lehet, hogy mind a ketten úgy gondolták, hogy ennek semmi értelme ennek a kapcsolatnak. Tehát, hogy nem, itt az a kérdés szerintem, hogy te tudnál-e az exeddel nyaralni? Egyrészt, ha közeli a szakítás,
Hát te bármikor alatt. Én igen, pont ezt akartam mondani. Most voltatok a hétvégén kb. De ott te is ott voltál. Hát ez olyan. Még jó néhányan. Na de te bármikor. Én igen, mert hogy mi már túl vagyunk azon a szakaszon. Tehát szerintem, de nem tudtunk mi sem a válás után egy évig, mi nem is beszéltünk. El tud képzelni, hogy a nyaralás, mint hangulati tényező, hirtelen egyszer csak egy ilyen varázspálca-szerűen megnyomja a kapcsolódat? Nem. Tehát de most gondolj az... bele, hogy naplemente, alkohol, tehát... Varázspálca. Naplemente, alkohol, varázspálca. Varázspálca megérinti a kis gombodat. Én azt gondolom, hogy ha még nagyon friss lenne a kapcsolat, vagy a szakítás, akkor igen. Akkor igen? Igen. Azt hiszem, hogy akkor kevésbé. Nem. Szerintem akkor még nagyon labilis az ember. A nő is és a férfi is. Függetlenül attól, hogy kiszakít. Ja, tehát nem önszántadból menni, hanem mert labilis vagy. Nem tudsz nemet mondani. Hát nyilván, figyelj Laci, tehát, hogyha józanul gondolkodsz, azért szerintem mindketten azért mondtak igent erre, mert hogy szeretnének békülni. Szerintem a nyaralás becsapás, vagy becsapós elnézés. Tehát igen. Ott azért, ha beindul a szamba, a rumba, akkor az egy teljesen más lelki állapotot eredményez. Tehát engem bárhova be lehet húzni nyaralásra. teljesen más moziban vagyok. Hát igen, gondolj bele, hogy ott esténként lementek a kis étterembe, gyertyafényes vacsora van. Hát a gyertyafényes vacsoránál mindenki nagyon vonzó. Igen, valahogy megcsinálja. Igen, felveszi a szép Hawaii ingét, sötétbőrű benszülöttek szolgálnak fel nagyon-nagyon kedvesen finom, egzotikus ételeket, és semmi dolgod, nem kell lefeküdni, nem kell korán kelni, látod a napot, ahogy süllyed el a tengerben vöröslően, és átsúszik a keze, miközben félrelöki a languszta páncélját, és megfogja a kezed. Benned azért van már egy pár prosecco. Akkor megfoghatja. Hát én is ezt gondolom, hogy a más állapot, nem? Hát nem beszélve arról, hogy tudod, hogy 2 hét múlva hazamegyünk vissza az Egyesült Államokba, mi tulajdonképpen szakítva vagyunk. Nincs otthon még új kapcsolat, aki várna. Akkor gyakorlatilag bármi. Tehát, hogy ez a legjobb, a szakítás utáni nyaralás. Mindenkinek ezt javaslom. Nem már. Hát nem, most miért? Mi van erkölcsősz? Hát ez... Nem erkölcs, ja, erkölcsöm nincs. De hogy nem, tehát ott valami nagyon elromolhatott, hogyha ők a nyaralás előtt 2 héttel kimondják egymás arcába azt, hogy vége. Uh-huh. Akkor ott valami nagyon elromolhatott. Egy ilyen állapotban mégis felülni a repülőre, elmenni nyaralni, azért az nem biztos, hogy annyira. Viszont hogyha ez a nyaralás előidézi azt, amit én mondtam az előbb, hogy mégiscsak ott egymáshoz tévednek a kezek és a csók és a nem tudom micsoda, akkor az is lehet, hogy ez még egy új lendületet tud adni, hiszen ugye a szerelmes lét is viszonylag közeli még. Igen. Hát igen. Én is azt gondolom. Viszont, hogyha csak az egyik fél akarja, akkor a másiknak... Kellemetlen az ágyban. Nem, hanem... A másik nem futhat el, igaz? Visszatérve az Egyesült Államokban nagyon nagy fájdalom lesz. Érted? Tehát, hogy... Hát de ezt a nyaralás alatt is lehet ezt a távoltartást tartani. Tehát, hogy 2 kulcsunk van a szobához, mindenki azt csinál, amit akar. Én lemegyek a partra, te elmész a, nem tudom, persze, a gymbe, és este egymás mellé bújtok ugyanaz ágyba, de hát nem érintkeztek. Tehát lehet ezt is játszani. 2 hét után megbírja azt az ember állni, hogy nem... Megbírnád állni? Hát 2 hét után, szakítás után 2 héttel, főleg, hogyha nem én akartam szakítani, akkor biztos, hogy nem. Tehát nem. És mi? Nyilván lennének ilyen segéd dolgok, hogy... De, nem tudom követni. De, nem bírnám meg. A kísértés. Az, hogy lefekszel vele? A kísértés. Hát, majd de durván fogalmazol, igen. A lefekszel vele az... De, romantikus nyaralásom vagy, Laci. Ja, bocsánat, lefekszel vele. Rádióban ugye... Lefekszel vele. Igen. Persze, de, hát nem, hogyne. Tehát akkor nem bírja ki szerintem az ember. Nem. Nem, azt hittem, hogy a másikat mondod, hogy de. Nem. És az előbb elkezdtél valami segéd dolgokról beszélni, azt, hogy folytatnál? Még érdekelne. Nem, az étteremben a bor, meg ez, ami még rá segít. A romantikus körülmények, amiket igen. Én leírtam, arra gondolom, mint segéd dolog. Segédeszköz a romantika. Igen. Na mi van? Nyaralnál exeddel? Hát most egyébként végig gondoltam most így az exeimet. Hát. Na. Hát nem mered kimondani, akkor... 2 van. 2-vel nyaralnál? 2 van hát, összesen, vagy 2-vel nyaralnál? 2 exed van összesen? Ne, hát ezt nem hiszem. Igen, legyen az.
De most ne hagyd dráma, ne beszélj már egyszer őszintén nem, az életedben. Nem tudok, nem érted, hogy fáj ilyenkor a melkosom, meg a gyomrom elkezd összeszólni. Na mondja. Őszintének kell lennem. Mit mondjak? Beszéljek az exeimről? Számos. Tettem fel kérdést, Gyuri. Igen, egyértelműt. De mit? Azt, hogy nyaralnál exeddel? Mondtam, hogy igen. Kettővel. Jó, és az volt a következő egy kérdés, időben. Hogy két exed volt? Oda néz az Anett, ilyen kis oknyomozó újságíró lett nagyon belőle. Nagy. Így van. Anett megtanulta a szakmát itt. Ez igen. Nem, 8 volt és 2-vel. 8 volt és 2-vel nyaralnál, ez jó? Az jó. Az jó. Az teljesen rendben van. Gyuri, te? Hát, hogyha belegondolok, lenne exem, akivel nyaralnék, igen. Szerintem simán. Miért ne? Vagyunk olyan viszonyban, de neked is azért te hirtelen jobban vagy az exeiddel. De nem hirtelen jó, tehát van, akivel nagyon jobban. Van, aki híresen jobban van vele, meg a hirtelen. Nem, van, akivel jobban vagy, aki simán nyaralnék vele, hogy ne. Abszolút. Igen, persze. És megszédítene a passzecsó, meg a bor, meg de, a... Megszédítene, vagy nem, hát arról nem számolnék be. Már a repülő be. Meg lenne szédül, a turbulencia megvinni. Nem bírom az oxigéniányt. Valamiért lenyílt a maszkom. Hadd hajoljak az öletbe, nem bírom ezt az oxigéniányt. Hát ez egy egyhetes all-inclusive nyaralás, akkor nem tudom, melyik nap támadnék. Mondjuk szombattól szombatig. Szombaton. Egy nagy támadás lenne az egész. Szörnyű. Na jó, köszi Laci, jövünk vissza nem sokára. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok ti, hallgatók, arról, hogy kihalt állatokat érdemes-e újra feltámasztani. Történik ez ugyanis hamarosan Ausztráliában. A tasmán tigrist fogják klónozási technológiával újra éleszteni. 1936-ban halt meg az utolsó példány. A tasmán tigris, nehogy azt képzeljétek, hogy ez egy ilyen nagyon helyes tigris, hanem ez egy úgy néz ki, mint egy ilyen kutya, de csíkos, de a fogazata olyan cápás, amúgy erszényes, tehát gyakorlatilag az az állat, amire szerintem a világnak egyáltalán nincs szüksége. Nincs. Szerintem tök jó, hogy kihalt, és most ők fel akarják támasztani olyan szinten, hogy vissza akarnák engedni a természetbe, mert a természet állítok, annyit nem változott, vagy nem is változott egyáltalán 36-hoz képest, tehát hogy abszolút jó esélyei vannak a túlélésre, és azért halt ki a tasmán tigris, mert levadázták őket. Na itt van a lényeg, amit mondasz, hogy nem csak úgy magától kihalt, mert úgy alakult, hanem őt levadázta az ember. Megölte az egész fajt az ember. Így van, és lehet, hogy oka volt rá. Viszont tudom, hogy ez most keményen hangzik, és állatvédők ezt most nagyon szomorúan hallgatják, de ugyanakkor azért az evolúció már egy pár állatfajt elvitt az örök vadászmezőkre, viszont küldött helyette tök cuki állatokat. Tehát, hogy itt mindig csak a mamut elefánt példa. Tehát a mamuttól nem lennénk ma annyira oda, de az elefántot mindenki szereti. Tehát nagyon jól döntött a természet, vagy az evolúció, vagy a jó is bárki. Érted? Aki kivonta a forgalomban a mamutot, és aztán a másik ajtón beküldte nekünk az elefántokat. Igen. Hát a tasmán tigris helyett is biztos, hogy van valami gyönyörű állat. Szerintem az úszkár. Igen. Tudtam, hogy Anett. Na jó, erről beszélünk majd a hírek után. 7 óra 11 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Laci, szia! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello Gyuri! Jó reggelt! Szia Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! És itt van velünk Kriszti is, hello Christ, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Mert ugye állatos téma lesz, és akkor nagyon fontos, hogy itt legyen az állatok ügyvédje Christ. Nagyon! Na, amúgy üzenik, sziasztok, tegnap a hashtag bocskor nagyon jó volt, kiválóan vezette a műsort Áber Anita. Köszönni. Ja. Aztán sziasztok, egy dominikai nyaralásért ebben a pillanatban szakítanék a mostani pasimmal, és mennék az exemmel. Egy kérdést megér. Igen. Na, azt mondja, mi a baj a kihalt állatok feltámasztásával? A Viagra is létezik. Igen, 36-ban látták az utolsót. Ez jó. Nagyon jó. És még az Oscar-díj átadóra és erre a Will Smith Chris Rock botrányra valaki azt mondja, hogy nagyon súlyos pénzbüntetést is vállalta Will Smith, hogy megvédje frusztrált beteg alopécia, tehát foltos nagykövetet érintő hajvesztést okozó betegségben szenvedő feleségét, respect. A betegségek közismert, Chris Rock kicsit sem volt vicces. Tényleg elég ízléstelen. Hú, most egy párszor megnéztük ezeket a képsorokat, és így próbáltuk elemezni, és nem tudtuk eldönteni, hogy ez megjátszott-e
érezte vagy sem, de a sok káromkodás, ami elhagyta Will Smith száját, az arra enged következtetni, hogy miután ez az amerikai televíziózásban ez nagyon-nagyon tiltott, hogy ez talán még sok volt minden, meg. Igen, meg a csúsztatott élő miatt, meg ugye azért az emberben van egyfajta cinizmus, hogy amit a médiában látunk, mert nagyon sokszor a botrányokat megrendezik azért, igen, hogy mondjuk nézettséget növeljenek. Igen. Árpika leírta, hogy az első ajándék az egy zenélő gyertya, a csomagolás hátulján alá volt húzva a feladat, tedd le és gyújtsd meg. Nem merem meggyújtani, mi műanyagból van. De nincs. Nem biztos, hogy azt a részét kell meggyújtani. Van, hogy egy ajándékkal nagyobbat ártunk, mint ő, aztán igen. Na, gyerekek, láttatok-e már igazán ronda állatot? Nem is először a fiúkat kérdezem, mert minden biztos azt mondjátok, hogy igen. Krisztel, láttam már nagyon ronda állatot? Nincs olyan, hogy ronda állat. Nincs nem olyan. Nem létezik. De jó. Na. Anett, szerinted? Inkább csak félelmetes van. Uh-huh. Félelmetes állat. Igen, de az van. Az viszonylag sok. King Kong? Például ő. De ő szép. Na, elmondom, miért kérdezem, mert van egy iszonyatosan ronda állat, ez a tasmán tigris. És képzeljétek el, úgy néz ki, mint egy kutya, ami részben csíkos, és a fogai azok ilyen cápafogak inkább. Amúgy meg erszényes. Aha, hát ez olyan, mint hogyha jó Istennek ilyen maradékanyagokból kellett volna még egy állatot csinálni határidőre. Egy ilyen patchwork állat, és hát az orrától a farkáig 180 centi tud lenni, 58 magas, és a lényeg az, hogy most már nincs esélyünk vele összefutni a vadonban, mert 1936-ban az utolsó példány meghalt. Benjaminnak hívták, őt egy állatkertben őrizték, és aztán már nem tudták kivel szaporítani, és így tehát... Hát amilyen ronda volt, bármivel lehetett volna. Nem lett volna még rondább az eredmény. Na, a lényeg az, hogy ugye, hogyha belegondolunk, hogy az elmúlt 5 évszázadban, ezt a Gyuriék mondják, 900 állatfaj pusztult ki, és nem is beszélve a több ezer vagy millióról, amelyek az évmilliárdok során tűntek el. Ugye hát ezt tudjuk egészen, dinótól kezdve minden. Jó. Na, most ezt az Melbourne-i egyetem, ezt most nem akarja elfogadni, azt mondja, nekik újra kell egy tasmán tigris. Uh-huh. És ezért 5 millió dollárból létrehoztak egy alapot, amely az erszényes állatok kipusztulásával és megőrzésével kapcsolatos kutatásokra összpontosít, és most oda elérkeztek, hogy a tasmán tigrist klónozva újraélesztik. Micsoda lelkiismeret furdalás ez, hogy 5 millió dollárt összedobnak erre, hogy mi kifejezetten csak az erszényes állatokkal akarunk foglalkozni. Ez az ausztráloknak mániája az erszényeskedés. Igen. Hát nálunk is, én egy erszényest ismerek, itt az a Gyula. Vigyázzunk is rá azért. Vigyázzunk rá, de az ausztráloknál ez nagyon menő az erszényes állat. És most képesek a tervek szerint létrehozni egy olyan embriót, amelyet átültetnek egy hasonló testalkatú béranyába, és azt mondják, hogy egyébként van újra esélye a tasmán tigrisnek beilleszkedni a természetbe, mert a természet annyira nem változott 1936 óta. Hát valószínűleg Ausztráliában nem. Hát mi van ott? Sivatag, meg ezek a kis ördögszekerek szaladnak át az úton. Az Arizona. Az egy másik ország. És a 66-os úton majd átszalad ez a tasmán tigris. Arizona egy másik ország? Ez egy másik ország. Ezt nem tudtam. Vegas felé megindulott a tasmán. Na, tehát a lényeg az, hogy egyrészt miért halt ki a tasmán tigris, hogyha ilyen menő? Mert az ember is szerette. Aztán kilőtte. Valószínűleg az embernek is tetszett, aztán addig lövöldözték ezek a gátlástalan ausztráliai vadászok. Tudod, hogy Ausztráliával mindig bajom van. Tudom, neki meg Arizona is Ausztrália. Szóval, majd betájoljuk magunkat lesz. Szóval, hogy ezek a vadászok kilövöldözték, és szerintem ez egy lelkiismeret furdalás, amiből most tök cselekedik. De vajon miért lövöldözték ki a tasmán tigrist? De mert tetszett nekik. Tehát sapkának? Akár, mert néznek, egy különleges állat, tehát azért ilyennel nem találkozott. Azt mondod, hogy csúnya. Minden állat különleges önmagában. De fekve még szebb. Vagy kitömve. Nem lehet, hogy azért, mert ellopkodta a tyúkjaikat, meg megharapta a gyerekeiket? Nem lehet, hogy azért lőtték halomra őket? Hát ezt azért nem gondolnám. Hát azért nem egy szép állat, tehát ezt a nappalitban nem akarnád. Jó, azért Ausztrália nem arról szól, hogy minden állatot megölnek, ami veszélyes, mert akkor már nem lenne állat Ausztráliában. Úgyhogy ez szerintem ez borul. Szerintem nem ez lehetett. Én meg azt gondolom, hogy de. Tehát Ausztráliában azért valóban vannak veszélyes állatok. Hát pókra nem lövünk, de mondjuk azért krokodilra lövünk, nem?
Alapvetően. Arról lepattan. Miért lövünk rá? Hát mert veszélyes, mert megeszi a gyerekeidet. De látsz egy krokodilt, rálősz, hát ha megeszi egyszer a gyerekeidet. Te látod a krokodil Dánit, ugye? Igen. Látod azt, amikor behajolt a csajsz, és egyszer csak a kullacsát elkapta a krokodil. Igen. Na, ugyanezt történne a gyerekeddel. De ott is mi volt a konfliktus, hogy a csaj behajolt? De a víz az mindenkié. Tehát ez most csak azért mondom, hogy simán el tudom képzelni, nem tudom, nekem nem tetszik ez a tasmán ciklis, bocs. Ja, hát akkor gyerekek, akkor egyértelmű, ki van jelölve az út. Mert nincs kijelölve az út, de akarom tudni az értelmét a tasmán ciklisnek. Nincs. Akkor hát, miért akarják feltámasztani, Christ? De fontos az, hogy egy kihalt faj újra visszajöjjön? Egyszer már elvitte a jóisten. De nem a jóisten vitte el, az ember, ez a baj. Hát de aki teremtette az embert, megvan a bűn. A jóisten teremtette az embert, utána adott kezébe egy fegyvert, a fegyverrel az ember lelőtte a tasmán tigrist, a jóistennek nem kellett a tasmán tigrissel törődni, az ember elintézte helyette. A jóisten máshogy... Megkérte a jóisten az embert, hogy de csináljátok meg ezt a tasmán tigrist, mert elég volt belőlük. Igen. Csinálok egy ronda állatot, hogy ne legyen lelkiismert furdalásod, hogy lelövöd. Jó, de gyerekek, ezekkel a feltámasztásosokkal nem az a baj, tehát, hogy tényleg senki nem tanult a Jurassic Parkból? Nem. Azért a Jurassic Park, az jó, ez egy nagyon kellemes szombat délutáni szórakozás, de baromi komoly üzenete van. Bizony. Neked mit üzen a Jurassic Park, Christ? Nem tudom, már nagyon féltem, nem néztem. Hát, na, de ez a lényeg. Nem tudom, mi a vége. De nagyon jó, hogy mondod. A félelem a lényeg. Féljetek attól, hogy azok az állatok, amelyeket egyszer már elvitt a jóisten, visszajöjjenek. Bizony. Semmi értelme. Elkezdenek a kvantasszal idejönni Európába ezek a tasmátégrisek. Megenni a gyerekeket. Na, de egyébként miért kell aggódni azon, hogy bizonyos állatfajok kihalnak? Mindig a biodiverzitást szokták példának hozni, hogy tudod, nagyon legyen sokféle a természet, mert akkor tudja egyensúlyban tartani magát. Mm. Meg hogy melyik állat mit eszik meg, akkor az nem szaporodik túl, ami viszont megeszi amaszt az állatot, és lehet, hogy a tasmán tigrisnek volt egy speciális ízlése. Ami bizonyos gyerekek. Fajta. Ausztráliai gyerekek. A finom zsenge kis krokodil dandy. Lehet, hogy a Melbourne-i egyetemen csak a gyerekekből van elegük a kutatókra. És most van. Úgy vannak az ausztráliai tudósok, mert a gyerek támasszuk fel ezt a... Na, nem, remélem, hogy észnél lesznek, hogy azért ez ne. Haló. Na jó, de azért az úgy szokott lenni, nem, hogy az evolúció elvisz egy pár állatfajt, viszont beküld helyette egy pár helyesebbet. De végig gondoljuk, tényleg így van. Hát gondolj bele, a mamut nem volt alkalmas arra, hogy szeressük, ugye? Tehát, hogy... Nem volt elég csinos. Nem volt csinos, szőrös volt, nagyon-nagyon rossz irányba ment az agyara, túl nagy volt, loncsos. túl magas volt, tehát, hogy ez a használhatatlan ember szemszögből. Elvitte a jóisten a mamutot, és mit csinált? Beküldött aranyos kis elefántokat. Kis. De nem egy jó csere? Hát figyelj, azért, hogy az, hogy milyen állat szerethető, például a mamutnak mindenképpen előjön, a szőrös állatok jobban szerethetők. Azok kedvesebbnek tűnnek, mint ezek a csupasz ilyen rinocéroszbőrű, szürke, semmilyen szürke elefánt. De mennyivel ápoltabbnak tűnik egy elefánt? Tulajdonképpen egy elefánt az egy finom mamut. Mondja a Gyuri, akinek rasta haja volt. De ő is az evolúcióra hallgatott, és aztán azt mondta, hogy mielőtt kilőnének engem, inkább levágatom. Kilökött az evolúció, és belökte a szebb formámat. Igen. Csinált magába egy csinosabb állatot. De ott van a dinoszaurusz helyett mi jött? Mi? A csirke. A Gyuri kedvence. Köszönjük szépen a jóistennek, hogy megoldotta ezt. De ugye, hogy mennyivel helyesebb, hogy egy nagy, ilyen nyálkás, nem tudod, lehet, hogy nem nyálkás. De... Amikor megszületik, akkor utána, mert nem. Nagy Jurassic Parkból vetted, mi? Igen, honnan. Minden növényzetet letapos, meg ezért, tehát kegyetlen, esze sincs, stb. Ezt nagyon jól, hogy elvitték, és abból lett a csirke. A sokkal igen, okosabb okos állat. Okos és aranyos és szép. Milyen hasznos. Hála Istennek. De mi helyes tollai vannak, különböző gyönyörű színekben van. Ez biztos, hogy a dinoszauruszból lett a csirke. Az teljesen, az bizonyított, igen. Hát kár, hogy itt ebben a stúdióban egyedül te vagy az, aki tudatlan. Hát nagyon sajnálom, hogy ez Arizona, a tudása. Meg ez a csirke ügy. Mennyiben többre vittem volna kéne az életben. Olvasni is. Szerinted megnyitom ezeket a cikkeket? Hát érdemes, hát mindenki tudja, hogy a csirke ez a dinoszauruszból van.
Ez mindenki tudja. Biztos, hogy nem eszem több csirkét. De Gyuri, te egyébként örülnél, ha megmaradt volna eredeti formájában az óriás csirke, tehát a dino? De hogy örülnék, hát menekülhetnénk előle, aztán mit ennék? Amúgy tudod, hogy csak csirkét eszem. Tudom, és akkor az annak nem... hogy szerzed meg a mellét? Hát az sehogy. Hát az én mellemet szerezné meg ő, az a baj. Ez sehogy. Vagy maximum gondolod, hogy lennének ilyen dinoszaurusz telepek, és akkor ott, mint a csirkét feldolgozni? Hát ez az. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon jól megy ez a dolog. Ezért aggályos nekem a tasmántigris feltámasztása. De egyébként szerintetek van ma olyan állat, ami felesleges? Én az ízeltlábúakra nagyon szívesen mondok ítéletet. Na. Hát túl sokféle van belőle, és mindegyikből egyesével túl sok. Tehát én értem két hangyából is, hogy létezik olyan faj, hogy hangya, nem kell 20 millió. Oké, ez a hangya, rendben hang, az Oli majd bemutatja az állatkertben, de ne legyen ott nekem a konyhapulton. Csomó állat megeszi, tehát azért a táplálékláncot sem felejtsük el. De hogy nem akarok madarak... más állatokat tartani a konyhapulton azért, hogy megegyék a hangyát. Hogy állítanád fel, a egyik megeszi a másikat sor? Tehát hangya, ki a következő? A veréb, ott üljön a pultodon. De a veréb egy eszik hangyát? Szerintem eszik. Oké, okay. Ki eszi a verebet? Tehát mennyi tovább a sorban? A Jolán. A macska. Jolán megeszi a verebet, a Jolán ne egye meg semmi. Tasmántigris van... megeszi a Jolán. Nem, hát láttam a Tom és Jerrybe, hogy úgy van, hogy utána jön a kutya. Igen. Az megeszi a macskát, a igen. Kutyát... Tasmántigris Joker ide is. Kutyára jó az ember. De gyerekek, azért komolyan legyünk már őszinték, hát meg annyi ilyen filmet nézünk, ilyen dokumentumfilmet. Hát például nem tök felesleges állat a krokodil vagy a cápa? De. Teljesen felesleges, nincs természetes ellensége, és csak keserűséget és gyászt hoz. Meg Oscar díjat. Krájsz, tudsz ezzel vitatkozni? Nem kell oda menni, ahol ő van. El van ő ott a tengerfenekén. De hát így nem lehet, hát ma már nyaralunk. Tehát, hogy... Nyaralunk, és köztudod, hogy a föld az emberi. Hát zavarnak a nyaralásomban ezek a gyászos krokodilok. Nem ők gyászosak, gyászt okoznak. Igen, családtagjaidat viszik víz alá, és sosem engedik vissza. De se akarsz a horvát tengerparton cápába lépni. Nem, de nem is megyek oda. Oké, okay. Hiányozna valakinek a cápa és a krokodil? Biztosan. Biztosan? Uh-huh. De állatvédőkön kívül? Tehát akik csak ilyen irodai állatvédők? Nekem van olyan ismerősöm, aki teljesen cápa fan. De ott él a cápák között? Csak kérdezem, mert Budapesten tök jó cápa fannak lenni. Persze. Úgy hívják, hogy cápali, igen. Nem, hanem ott éle velük? Nem. Ja, akkor, de erről beszélek, hogy mi itt miért védünk cápát ott? Na most mondd meg. Erre nincs van. Hogy kiugrott állatvédőből azonnal. De gyerekek, képzeljétek el, hogy mondjuk az evolúció kivonná a forgalomból a krokodilt, uh-huh. És küldene helyette, hát mint ahogy a mamut elefánt cserénél történt, küldene helyette egy ilyen nagyon helyes rózsaszín krokodilt, puha bőrrel, nem árt senkinek, nyalogatja az arcodat, és mandarint eszik. Aha. És akkor az lenne a krokodil megenni az első pelikán is? A kis puha krokodilomat, ami mandarint eszik? Ne, hát lehet felborulna a lánc. Milyen lánc? Hát a táplálkozási lánc. De miért? A pelikán mit csinálna? Megenni a mandarintevők csinos krokodilomat. De nem. De nagy. Jó? Nagy. Akkora, mint egy gumimatrac. Nem lenne egy jó csere? Kérdezem én. Elvinni ezt a nagy zöld krokodilt, amely nagyon sok keserűséget és gyászt okozott. És jönne egy gumimatrac méretű rózsaszín krokodil, nyalogatja az arcodat, ha beugrasz hozzá a vízbe, és mandarint eszik. Uh-huh. Csak az a negyed, hogy fel is kell fújni, mert akkor most nem tudom. És megmutatja, hogy hol fúj fel. Üdel ezt a szelepem. Krájsz, te örülnél ennek a cserének? Ez minőségi csere. Igen. Cuki lenne. Cuki lenne. Folyamatosan ugrálnék neki, hogy nyalogasson. Na, azért mondom, hogy nem minden állat ér kár. Jó, gyerekek, rengetegen óckodnak a rovaroktól. Te is mondtad, Laci. Igen. A rovaroktól. Ha lehetne alkotnotok úgy, hogy minőségi cserével megint, hogy az evolúció minőségi cseréje, most ezt játsszuk, lehetne alkotni egy cuki kis házi kedvenc rovart, akkor az hogy néz neki? Hát mindenképp nagyobb lenne, mint a mostaniak, mert a kicsi... Még nagyobb. Még nagyobb, mint egy hangya.
Ilyen kicsivel mit csinálsz? Azt nem tudod simogatni, mert szétnyomod. Mekkora? Nagy, mint egy egér, akkora, vagy mint... Ne, akkor legyen akkora, mint egy, nem tudom, egy Bernáthegyi. Egy hangya? Egy Bernáthegyi hangya? Na jó, kíváncsi vagyok erre a cuki kis rovarra, akkor tovább. Igen, legyenek barátságos, meleg, barna szemei, kedves arca, mosolygó szájjal. Te egy testvért akarsz magadnak. Ami akkora, mint egy kutya. Most, amit leírtál, az te vagy. Olyan magas rovar, barna szemekkel. Bernáthegyi méretű. Nem, az enyém legyen olyan, mint a maja a méhecske. Tehát, hogy olyasmi, hogy ilyen két lábon álljon, tehát fontos. Aha, tehát ember méretű legyen? Nem, picike, ilyen max akkora, mint egy egér, vagy annál kisebb. Uh-huh. És ott jöhetne az íróasztalon, két lábon álljon, és ilyen nagy szemekkel nézzen rám, ilyen kis cuki. És mit csinál, mit tegyen? Mit tegyen? Amit akar, mit tegyen? Amit főzöl. És mire lenne ez jó neked? Nem azt mondom, hogy jó lenne, hanem akkor nem csapnám agyon, vagy nem fújnám le kemotox. Na jó, de mi lenne? Azért, mert a pumuklin szocializálod, tehát leírtad a méhecske, mint egy pumuklin igazából. Igen, olyas, mint a pumuklin. Az. És színes legyen mindenképpen, tehát mint pumuklin. De ebből nem egy darab van, hát ezek százan beköltöznek az ereszed alá, aztán oda fészket építenek. Legyen fészennyi pumukli. Hát akkor te lennél az első, aki lapáttal levered az eresz alól. Annyira idegben lennél, hogy 150-200 ezer pumukli ott ellepni a lakásodat. Mondja, hogy a Bernáthegyi méretű lovász Laci rovarával. Egy darab! És tudnád neki mondani, hogy ne gyere már ide, tesó, most pihenek. Kérdíném hozzád, azt megenni a kis maja méhecskéidat. Melyik most? Testvére. A testvére. Ja, értem, a testvére. Elmondom, a tesóm kimegy hozzád a házhoz, és leeszi az eresz alól a maja a méhecskeidet, mind az eszet. Jó, ezt már nem akarom hallani. Nem bajod, így lesz. De ez azért volt érdekes, mert láttam, hogy itt az állatvédelem az meg tudott állni egy pillanatra. És a rózsaszín krokodilnál megnyertelek. Bármi, megnyertelek. Becserélheted. És kézzel, rád lehel mandarin illatú a lehelete. De jó. Ugye? Na jó, elhülyéskedtük ezt nyilvánvalóan, de most akkor hülyéskedjünk tovább. Szóval, drága hallgatók, meséljétek el, hogy milyen lenne a szerinted tökéletesen szerethető álomállat. Uh-huh. Tehát ahogy szerintem a Jóisten már nagyon jó cselekedett velünk és az elefántokkal, nekem van egy álmom a krokodilokról, de hogy mi lenne a tényleg igazán szerethető álomállat? Ez lehet egyrészt egy milyen fajta lenne, hogy nézne ki, hogy viselkedne, milyen lenne a tapintása, mit enne, tehát meséljetek egy picit róla, jó? Lenne valami haszna? Vagy lehet csak kedves? Vagy csak simán, igen, szeretni való. 0620-22-22-122. No, 3-8 lesz 4 perc múlva, és hát itt lesz egy pár fantázia állat. Na nézzük, hogy mik vannak. Mi a baj a kihalt állatok feltámasztásával? Ja, erre már beszéltünk, oké. Volt szó a mamutok feltámasztásáról is, vissza akarják őket telepíteni az északi sarkra, nem tudom okos ötlete beleavatkozni a természet dolgaiba, a tesz a hegesztő. Hát nem tudom, mennyire borítaná meg a jelenlegi világrendet, hogy ott az északi sarkon lenne néhány mamut. De hát mondom, a Jurassic Park is így gondolkodott. Tehát ők is egy szigeten hozták létre, és aztán abból lett a nagy baj. Hát, onnan nem tudnak átjönni. Ne, igen, ezt gondolták King Kongról is. A mamut nem tud átjönni az északi sarkról, hát gondolj bele. De majd aztán lesz olyan, nem tudom, oligarha, akinek megtetszik a kis mamut, hogy ő akkor a magánállat kertjébe szeretne egyet, áthoz, majd szaporít, majd egyszer csak elviszik turnézni, hogy bemutatják, ja, és akkor kiszabadul, elszakítja a köteleket. Láttuk az összes filmet. Tényleg akarjuk a bajt? Nem, igazad van, ne legyen az északi sarkon mamut. Na, Istenek, a tasmán tigris, azaz erszényes farkast azért akarják visszahozni, mert alapvetően kevés az őshonos ragadozó az ausztrál szigetvilágban. Üdvözlettel, Erdész Tibi. Uh-huh. Hát de minek ragadozó? Hát valószínűleg kéne, ami jegyen bizonyos állatokat, mert azok meg elszaporodnak. Milyen állatokat? Sorold az ausztrál állatokat, amit meg kéne enni egy ragadozónak. Hát szerintem az összes kígyót egye meg, az összes De nem hülyék ezek, tehát még egy tigris se eszik kígyót. Tehát Indiában van kígyó is, meg tigris is, nem szokta a tigris megenni a kígyót, tehát ez nem így van. De ezek szerint valami elszaporodott, hogyha kell a ragadozó. Valami el? Valamiből sok van Ausztráliában. Hát kenguruból van néhány. Na, ott van skorpiójuk, nem?
nem eszik, tehát nem eszik emlős állat skorpiót. Jó, de ha egy állat túlszaporodik, akkor fontos, hogy megegye a skorpió, mondjuk a túlszaporodott kengurút? Nem, elég, ha megöli. És utána az ott elfekszik, az... És kérjék fel a skorpiót, hogy de akkor kenguru? Már nincs annyi élő kenguru. Hát az élővel van a bajuk, nem a halott kengurukkal, semmi bajuk az ausztráloknak. De hogy jön ide a tasmán tigris, bocs? Hát úgy, arról volt szó, hogy kevés a ragadozó. Tehát kell ragadozó Ausztráliába. Hát a skorpió sokkal kisebb helyet foglal. Mert az van már eleve. Nem ragadozó a skorpió. Meg azokat, akiket a tasmán tigris nem tud. Na, szerintem nem a kihalt állatokra kellene pénzt fordítani, hanem arra, hogy a meglévők ne halljanak ki, mert némelyik végzetes lehet, ha eltűnik, lásd méhek, üzeni Dória tűzoltó lány. Ebben teljesen igazad van. Méhek például nagyon fontos, hogy megmaradjanak. Így van. Jó reggelt, egészségesek. Köszönöm a YouTube élő adásnak, hogy láthattam Kriszti karján azt a cuki Fluttershy tetkót. Feldobta a napom, szép napot nektek, Misi. Na. Fluttershy. Lacinak üzenem, a T-rex és a Velociraptor rokona, a csirke. Uh-huh. Eredetileg tollas állatok voltak, azok is. Köszi. Akkor kis puha bőrű krokodil vastag puha nedves szájjal. Na, ebben én is benne vagyok. Pöpi a hentes. Jézusom. Jézus Mária. Pöpi. Én már annak is örülnék, ha nem telne meg a bűzmirigye a 3 hetente az én kutyámnak, közén Laca biáról. Akkor egérméretű hangya klasztene, bocsit a fél ízelt lábával cipelhetni fotelostól a tévé elé. Ja, tényleg. Laci, te vagy egy szép barna szemű állat. Hatalmas vagy, Vini. Köszönöm. Sziasztok! A rózsaszín krokodilra visszatérve, hogy néznének ki az emberek rózsaszín krokodil bőrcipőben, táskával és egyéb kiegészítővel? Így is sokat fordult a világ, nem? Hát, ja. Nem arra terveztem volna ezt az ötletemet, hogy abból cipőt csináljatok. Mint ahogy a krokodilból kell. Abból meg kell, igen. Az jó lesz. Az adja magát. Nekem az tök jó lett. Az én Krokodil Dandy kalapomon van ugye egy ilyen... karima, vagy hogy nem karima, hanem az a szíj, ami... Az a dísz. Aha. Az a amiben vannak a fogak. Igen. És az krokodilbőrből van, és annak örülök, hogy az már nincs a krokodilon. A fogak miből és vannak? Mi anyag? Krokodilból vannak azok is. De melyik részéből, mert nem a fogából? Fogából van. Fog, igen. Kalapodon. Igen. Hű. A teljesen illegális termék. Azt hittem, ilyen műanyagot vettél. Tehát ezt az EU-ba behozni tilos. Hogy csempészted ki? Hova tetted? A fejemre. Gyanútlanok voltak. Nem gondolták, hogy igazival végig sétálsz a fejedben. Ez 2000-ben volt. Azt hiszem, hogy Magyarországon nem volt még akkor tiltott, de Németországban igen. Hol szálltam át? Szingapúrban. Nem volt egy. Nagy ügy. Egy volt. Nem volt nagy ügy. Ma abszolút tiltott. Igen. Jó. Rengeteg ötletet adtatok plusz állattervezőknek. Visítunk a rögést, jó a műsor. Üdv krokodil szemű pingvin zsiráf. Ó, de szép. Sziasztok, én a kutyákat alkotnám meg változatlan külsővel és belsővel, csak az élhető éveiket húznám fel az emberével megegyezőre. Na, ez milyen érdekes. Milyen édes. Milyen jó ötlet. Igen. Igen, egyébként tényleg a kutya... Az egy sajnos egy olyan befektetés, ahogy ugye a tévéműsorban ti is elmondtátok, hogy legalábbis aki kutyatulajdonosok, hogy olyan, mint a gyereked lenne. Igen. De abszolút tudod, hogy a te életed alatt az a kutya még hát ki fog múlni. Na. Igen. És az egy ugyanolyan gyász, mintha egy embert veszítenél el. Igen, 3 új kutyát újra meg kell tanulni szeretni. Egy életben. A megtanulni szeretni nem is olyan nagy baj, tehát az viszonylag könnyű, hanem inkább az elvesztése. Tehát az lehet szörnyű. Tehát kéne egy olyan kutya, ami tud mondjuk 80 évig élni. Hát ezt mondja, igen, a Roland, igen. Hány éves kortól nyugdíjas, tudod, amikor már úgy nehéz a kutyával? Ez nem jó. Tehát akkor van egy 30 éved a végén, ami ilyen pokoli nehéz a kutyával? Nem feltétlenül. Tehát nyilván vannak olyan kutyák, akikkel nehéz lehet az élet, de vagy amik, bocsánat, oké, igen. Mondjad? Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül az összes kutyának nehéz az utolsó pár éve, vagy utolsó 10-20 éve. Uh-huh. Jó. Mi az utolsó 10-20 éved? Elveti 20 évig él kb. Egy kutya, nem? Igen, csak ugye a Laci azt mondta, hogy ha 80 éves lenne a kutya, akkor az utolsó 30 éve az egy pokol. Mert de miért? Én is ezt mondom, hogy nem feltétlenül. Mert jobban öregedne, mint mi? Hát látunk öregedő kutyákat, hát ők azért sok esetben nagyon jól el vannak. Max a lassabbak, hallása, igen. A hallása, esetleg az egyik szeme, tehát... Az egyik szeme. Van egy kutyabarátom. De esetleg van egy másik szeme. Tehát... És már fél szemre van. Az utolsó 20 évben lenne egy kutyám, ami fekszik a kanapé közepén, mert fél szemre lát csak, és nem hallja, ha szólok hozzá. Akkor mit csinálnál? Ugyanúgy szeretett, sőt még jobban. Úgy hívják, hogy díszpárna.
Ez nem igaz, Laci. Hát, amikor veled nő fel, veled él, te teljesen más, hogy töltöd vele az utolsó éveit is. Jó ez így. Nem tudja Laci átérezni. Tehát azért neki van olyan 10 párnája, ami megvan egy ilyen 12 éve, és nem érti, hogy az miért kéne neki kötődnie. És egy 10 párnához miért? Én kötődök mindenhez. Jó, 38 elmúlt 3 percen jövünk vissza, és játszunk egy Hungary Machine-t. Benne a Ludiban megrendezedő Hello Beauty Expo-ra tudunk 4 darab belépőt adni. 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 38 elmúlt 7 perccel. Igen, jól mondom. Közben a Gyuri is már megtalálta a hallgatónkat. Amúgy megüzenik, hogy mi a bajotok a tasmán tigrissel, olyan aranyos feje van. Akkor sokan azt mondják, hogy Ausztráliában nagyon azt, hogy mik szaporodtak el. Valaki azt mondja, a nyulak, akkor Ausztráliában a macskák szaporodtak el vészesen, gyakorlatilag mindent elpusztítanak. Üdv Tibor, erről is hallottam. Aha. Erről még nem. Reggelt Istennek, visszavadult disznók okoznak milliárdos károkat Ausztráliában. Több tízezer dollárt költenek naponta a kanok kilövésére. Helikopterről vadásznak rájuk. A Nat Geo csinált egy tényfeltáró dokumentumfilmet. Erről műholdas felvételeken is látható a kondák vonulása. Után maradt kár. Aha. Ma is üzeni Steve. Úgy látom, hogy már nem kell aggódnunk itt a Jurassic Park miatt, mert úgy hívják, hogy Ausztrália. És sertéstelep. Tehát ez ott van. De most a disznók hogy vadulnak vissza? Tehát a sertéstelepen valami összeesküvést szőnek, és akkor majd kitörünk, vagy elkéreckednek, hogy kimenjünk a természetbe vadulni. Hát valószínűleg nem a sertéstelepen vadulnak meg, és aztán szabadság, és elindulnak, hanem valahogy kiukadt egy kerítés, elindult néhány disznó, és a természetben megtalálták magukat. Tehát, hogy... És aztán elvadultak. Tehát egy elvadulás azért nem fél óráig tart. Nem. Tehát egy disznó kiszabadul, vad leszek. Tehát több napig addigra meg észreveszik, hogy lyukas a kerítés. Tehát ausztrálok. Hello. Oké, okay, és hát a kerítés befoltozták, és akkor hol van az a húszsertés, ami meglógott? Hát azt össze kéne fogdosni. Jó, össze kéne fogdosni. Ausztrália tudod mekkora? Nem. Hát csak, hogy mondom, nézd már meg a térképen. Hát, de hát elindultak jó, a sertések, mennyi... azokat nem tudod összeszedni és már. És most megbüntetik a világot mindazért, amit velük tettek, igen. És most nagyon jó jön a tasmán tigris, hogy a sertéseket összekapja. A tasmán tigris kisebb, mint egy sertés. De veszélyesebb. Megpofozza. Hát pláne jó, Laci, oké. Rendben van. Játszunk inkább egyet. Csilla van velünk. Hello, Csilla, szia! Szia, szia, itt vagyok. Hello, jó, hogy vagy, Csilla? Köszönöm szépen, jól. Jól dolgozol? Kicsit izgulok. Nem, igen, dolgozom. Jó, dolgozol, hallom, ilyen visszhangos szobában vagy, nincsenek bútorok? De van, egy laborban dolgozom. Ó, és mit laboráltok? Hát, szennyvizet vizsgálunk. És, de milyen? Nem Covidra. Nem Covidra, hanem az összetételre? Amúgy, hogy milyen szennyezés van benne? Így, nem, hanem, hogy visszajuthat-e a természetbe. A tisztított szennyvíz. Hát mert a tisztított szennyvíz visszajut a természetbe. Hát jusson is, nem? Hát most az, nem? Hát így van, körforgás. Aha, ó, izgi. És nagyon csúnya az a lombik, ami most előtted van? Tehát, hogy az csúnya színű ez a víz? Nem, nem csúnya színű. Nem csúnya, jó. Majd küldök képet, jó? Jó, küldje. De és hanyadik kerületből van nálad most szennyvíz? Én a Velencei Tópartján dolgozom Agárdon, és az agárdi szennyvíz, Agárdra befolyó szennyvízet vizsgáljuk. Jó. Agár legalább rendben van. Agár rendben van. Oké, Csilla, elkezdjük. Mutatom neked azt a dalszöveget, amit a Google egy picit összecsavart. Jó, mehet? Igen. Hiába fogsz törött szívvel hívni, dúsvárosok nyelték el, este írtam a tűzfalaknak, ne várj rám. Ez nem a refrén. Igen, ez az. Ne várjatok. Kis segítséget esetleg kaphatni? Igen, de akarod még egyszer hallani? Igen, lehet, az is. Hiába fogsz törött szívvel hívni, dúsvárosok nyelték el, este írtam a tűzfalaknak, ne várj rám. Várjál, hogy segítsek én neked? Ez volt ennek a zenekarnak tulajdonképpen az első igazán nagy sláger, ezt jól mondom? És ők az első olyan zenekar, amelyek nagyon büszkék, vagy amely nagyon büszke arra, hogy vidékről hódította meg az országot. Most itt... Esetleg Ózd környékéről? Nem annyira Ózd a környék. UFO-val összehozható? Mivel? Az UFO-kkal összehozható az énekes? Az énekes bőven. Sőt, össze is jött. Akkor Edda. Hiába hívna, ha megtört.
tört szívet, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok. És ráadásul most nem is Pataki Attila énekelte ezt a részt, hanem ha jól tudom, a Slamó. Oké, nagyon jó, ez a kölyköd voltam, volt egyébként, de megvagyunk. Igen, megvagyunk. Igen, kicsit izgultam. Nem baj. Baj, Csilla, itt van egy ajándék. Gratulálunk! A nyereményed 4 darab belépő az április 9-én a Lourdes-ban megrendezendő Hello Beauty Expo-ra. hellobeautyexpo.hu. Hát ez nagyszerű, köszönöm szépen. Köszönöm, gratulálunk, várjál, van még bocsizacsi is. Így van, és lesz benne egy nagyon szép bocskor baseball sapka, és egy bögre. Bögrét szeretnék, igen. Igen, hát most már nincs választás. Magyar, de a bögre nagyon szép, megmondom őszintén, játszottam veletek decemberben, és a bögrének van, annak nagy sikere volt, az nagyon tetszett. Hát akkor most kapsz még egyet. Na, így van. Oké, köszi Csilla, keresünk majd. Köszönöm, én meg majd küldök nektek egy kis lombikos képet. Helyes, oké, köszi. Szia. Sziasztok, szia. Ciao. Szia. Na, mit üzennek még itt? Azt mondja, sziasztok, jelentkeznék egy játékra. Jé. Hát érvénytelen a jelentkezésed. Nincs SMS-ben játékra jelentkezés, csak ha kimondottan arra hívjuk fel a figyelmet, vagy arra kérünk benneteket, nincs SMS-ben előrejegyzés, vagy ilyesmi. Hát akkor ezzel mindenki leír egy SMS-t, puff, kész, várólistán van, aztán már nem is kell ezzel törődni. Majd hívnak, ha akarnak, semmi, én megtettem mindent, nincs. Nem így megy. Igen, ez is nagyon szép. Létrehozhatnának egy olyan háziállatot, ami úgy néz ki, mint Shakira. Az erdei Shakira. Egyet értek. Képzeld el, hogy mit tudom én, kiírtanának megint egy új, mondjuk a cápákat, és egyszerűen bejönnének a másik ajtón a Shakirák. Kinek hiányod az a rohadt cápa? Senkinek, ugye? Tessék állatvédők. Mindenki, minden Greenpeace-es ott hemperegne egy Shakirával. Az biztos, a Nat Geo-n is milyen jó lenne a műsor. A Shakirák vonulása. Az erdei Shakira élőhelyén láthatjuk párosodni, amint... Ja, na, jövünk vissza. Szerintem ez egy nagyon megosztó téma lesz. A fogamzásgátlás, mint olyan a fő téma, de most állítólag tényleg és végérvényesen kifejlesztettek egy tablettát méghozzá a férfiaknak. Uh-huh. Végre nem csak a nők dolga, mert a nők ezt rendszeresen elmondják, hogy azért ez nagyon nem fair, hogy ők tesznek meg mindent. Amivel egyébként egyetértek, de kérdés, hogy mindenki így gondolja, tényleg rábíznánk-e a férfiakra egyrészt? Mi férfiak akarnánk-e ezt? Ez is egy másik kérdés. Uh-huh. Bíznának-e bennünk a nők? Bíznának-e bennünk a nők, és a nők örülnének-e annak, hogyha ezt a terhet leadhatnák? Igen, örülnénk. Jó. De... majd elmondom, hogy bíznánk-e bennetek. 8 óra elmúlt 10 perccel, jó reggelt újra, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, hello Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, szia Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szép időnk lesz ma, nem? 23 fok itt Budapesten? Igen, igen, holnap meg még melegebb lesz, akár 25 is lehet. Na, hogy végre! Igen. Nem tudom, mikor dobom le a téli gumit. Azt hittem a textilt. Textil, Gyuri. Hát a téli gumit már le kellett volna. Hát azért hajnalban plusz másfél volt, ahonnan én jövök. Ja, bizony. És ugye plusz 7-től érvényes a nyári. Na mindegy, azt üzenik például, Miskolc mióta vidék, te Tahó? Egyik nagyvárosunk, megint kezded, betelepült pesti paraszt. Amúgy Pest a legnagyobb vidéki város, tudtad, te noszvai vidéki nyomoronc. Itt van egy pár baj. Először is én miért volnék noszvai? Én noszvaira szeretek járni. Másrészt meg, hát a magyar nyelvhasználatban, ami nem főváros, azt szokták vidéknek mondani. Ez a nyelvhasználatban, ez így van, vidék, ez nem azt jelenti, hogy a szántóföld. Igen, vidék és főváros. Tehát, hogy igen, de ettől függetlenül vidéki nagyvárosok is vannak. Így van, vidéki nagyváros, például Miskolc, ezt így mondják helyesen, teszem hozzá. Más országokban ez valóban nincs ez a megkülönböztetés. Magyarország ennyire fejnehéz Budapestet illetően. Ha mit csináljunk, ha mindenre van szavunk? Vidék? Igen, de mondjuk egy nem tudom, Németországon a Frankfurtira nem mondják azt, hogy vidéki város. Aha. Vagy Münchenre, vagy San Franciscóra sem mondják az amerikaiak, hogy ez egy vidéki város. Ez a mi nyelvhasználatunkban ilyen. De látom, hogy téged nagyon nyomaszt az, hogy vidéki vagy.
Hát Istenem, de tényleg szörnyű lehet nekik. Isten, de képzeld, de van, aki még fel sem ébredt hétfő reggel, és ő már ilyen ideg állapotban van. Igen, idegben van. De ő lehet, hogy vidékien is feküdt le, tehát már így volt. A háziasított vaka-vaka nálunk is jól jönne a háznál üzeni. Sipuló kocka kő. Háziasított vaka-vaka. Na, van egy olyan téma, ami időről időre, egyébként évek óta, vagy évtizedek óta újra és újra felmerül, és ez nem más, mint a férfi fogamzásgátlás. Itt most a hormonális, tehát ugye a gyógyszerrel történő fogamzásgátlásról beszélünk, és régóta dolgoznak egyébként a tudósok egyfajta hormonális megoldáson, amelyet nagy sikere gyakorlatilag behúztak a 60-as években a nők számára, de hát a férfiak számára ezt egyelőre nem. És nagyon bólogat és tördeli a kezét az Anett egyelőre, de eddig minden fejlesztés zsákutcának bizonyult, főleg egyébként a mellékhatások miatt, most viszont van áttörés. A Minnesota-i Egyetem kifejlesztett egy tablettát, amely 99%-os hatékonyságot mutatott eddig egereknél. Vagyis ez úgy néz ki, hogy 4-6 hétig sterilen tartotta az egereket, és semmilyen mellékhatás nem okozott. És egyébként ez úgy működik az emberi szervezetnél, hogy az A-vitamin kölcsön hatását célozza meg, ugyanis ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy termékeny legyen. Szuper. Erre valahogy úgy, oké. Okay. És ez a kísérleti vegyület blokkolja a sejtekben a vitamin egyik formájához való kötődésért felelős fehérjét. Nem kell ezt nekünk érteni, hogy akkor, miért, de működik. Jó, csak a fehérje szót jó volt, jó eset kiejteni. Mindegy. Szóval ez egy áttörés, képzeljétek el, és itt a kérdés az, hogy most nők milliói vajon fellélegeznek-e, vagy nem tartják sem a nők, sem a férfiak ezt annyira jó ötletnek. Tehát először is nézzük a nőket. Te vagy a nők képviseletében nálunk. Én azt gondolom, hogy ti nem vagytok annyira megbízhatóak, hogy mi maximálisan bizalmat szavazzunk arra, hogy ti beszeditek pontosan. De miért? Nekünk semmi okunk trükközni ezzel. Igen, de elfelejtitek. Nem is feltétlenül egyébként. De ezt mire építed? Ezt az elfelejtitek? Tehát hát, hogy általában a férfiak feledékenyek, és a nők nem feledékenyek? Na, fizettem én be bagásszámlát, amikor ki akarták kapcsolni, és azt nem én felejtettem el, hanem egy nő. Egy nő? Tehát, hogy ennyit arra az általánosítás, hogy a férfiak feledékenyek. De ezt még nem is hallod, mi feledékenyebbeknek vagyunk meg. Nem, jobban tájékozódunk. A nők nem tudnak tájékozódni a térképen, és feledik. Jó. Jöjjön ez, vagy ne jöjjön ez, inkább. Mondjad, Anett. Jó, én egyébként, nekem van olyan tapasztalatom, hogy igen, tehát, hogy az én párkapcsolataimban legtöbbször feledékenyek voltak a pasik, de nyilván nem akarok általán. Hát mit tudom én, ilyen szülinap, névnap. És ebből következtetsz, hogy beszedi a kett csütörtököt? Igen. Hát figyelj, ez egy nagyon fontos tudod. Hidd el, Anett, ha valamit nem felejtenek el a férfiak, akkor ez. Igen, azért ez jó, amit a Gyuri mond, tehát a férfiak ugye az elmúlt évtizedekben sok esetben megjárták pontosan vagy a női feledékenységet, vagy a szándékos feledékenységet. Tehát pontosan ti voltatok eddig azok, akik ezzel tudtak variálni, mondjuk így finoman, vagy esetleg trükközni. Vagy nem trükközni, hanem egyszerűen csak elfelejteni, és hoppá, bocs, elnézést. És az megpecsételi egy férfi sorsát, épp úgy, mint a nőjét egyébként. Tehát a Gyurinak igaza lehet, hogy halló, ebben biztos nem leszünk feledékenyek. Az olyan típusúak, mint a Gyuri. De például, tehát nem mindenki küzd annyira a gyerek ellen. Oké, tehát akkor lesznek megbízható pasik, és ezek szerint lesznek olyanok, akik behúzzák a nőket. Így van, higgyétek el, hogy lesznek ilyenek is. Tehát félelemből szedik igazából a férfiak, ha szedik. Igen. Egy nő hol tartja a tablettáját egyébként? Viszi magával, vagy otthon van, az éjjeli szekrényben? Nem, az éjjeli szekrényben. Az éjjeli szekrényben ott van a most? Legtöbb nő. Nekem nincs. Neked nincs? De ott szokott lenni amúgy? Amúgy igen. Tehát én soha nem vittem magam a sehova, ha csak nem elutaztam. Hogy néz ki egy ilyen, csak hogy taníts bennünket? Tehát hogy kell szednem? Hát nyilván meg vannak adva, hogy hány napon keresztül kell szedned, mert van bizony, van kb. Egy hét, amikor kell egy kis szünetet. Hát amikor ovulálok, akkor nem kell, ugye? És tehát, hogy az is nagyon fontos egyébként, hogy például amikor még én szedtem gyógyszert, akkor azt úgy kellett, hogy ugyanabban a napszakban kellett bevennem. Tehát, hogyha este kezdtem el, akkor minden este be kellett vennem, ha reggel, akkor minden reggel. Tehát, hogy azért ennyire fontos volt. Lehet, hogy azóta már ez változott. És rá van írva, jól emlékszem, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Volt, igen. Mert ugye az nem lényegtelen, hogy beszedtem, nem szedtem, és akkor látom, hogy a szerda ki van nyomva, akkor, tehát van, milyen nyelven?
Hát mondták, bízták. Most nem tudom, hogy németül, angolul, vagy magyarul attól függ, hogy nem hol mindegy, váltott ki. Nem mindegy, mert hát ez az ember, aki írta nekem az SMS-tónak, vazzeg nem megy az angol. Neki biztos lesz magyarul. Ugye majd a bocsia patikában mondani, nekem németet adjanak, az a biztos. Az olyan precíz. De minden esetre azt gondolom, hogy szerintem nagyon sok nő most így ezt kétségekkel fogadja, mint ahogy én is, mert azt gondolom, hogy nincs még rá példa, hogy mondjuk ti ilyen rendszeresen szedtetek volna gyógyszert. Hát azért nem igaz, mert rengeteg férfi szed más okból más gyógyszereket, tehát például vérnyomás csökkentőket, stb. Tehát nem önmagának az ellensége a férfi. Jó, hát legyen. De azt hittem, hogy felszabadulsz. Azt hittem, hogy most itt flower power hippie generation leszel, és aztán itt mehet újra a nemzetközi koitus, mert hogy egyszerűen örültök, hogy ez nem a ti terhetek, hogy nem a ti szervezeteket rombolja a hormon. Ez valahol jó is, de én azért nem vagyok annyira felhőtlenül boldog. Tehát mondom, nekem vannak kétségeim, és én biztos, hogy jobban odafigyelnék. Tehát azért megnézném, hogy biztos bevette a párom, hogyha nem akarunk babát. És akkor egyszerre vennétek be minden reggel? Tehát megnyomod a szerdát, kinyomod és kinyomja a szerdát? Miért akkor nekem is kell? Hát nem, azt mondod, nem bízol benne. Hát akkor hadd vegyem, mert szereti szedni, és te meg veszed, mert nem bízol benne, nem? Hát jó, de hát én úgy gondoltam, ha már szedi, akkor inkább őt ellenőrzöm majd, hogy biztos benne. De hogy fogom akkor magamat mérgezni. Tehát nem, akkor hagyom, csak figyelni fogok jobban. Lehet, hogy a nők úgy vannak vele, hogy a férfiak azok gyenge teremtések. Uh-huh. Egy ilyen hormonális befolyásolás nem fog jót tenni nekik. Na meg igen, tehát az is, hogy például, ha van mellékhatás, akkor mi van akkor, hogyha ti teljesen kiakadtuk, hogy nem tudom, most ez látszik a bőrömön, vagy jobban szőrösödöm, vagy bármilyen. De cuki vagy. És akkor nem fogom beszedni. Hát a Gyuri ezt vállalnál. Vagy híztam egy pár kilót. Szőrös-bőrös, vállalnád. Szőrös-bőrös. Mi az, amit vállalnék konkrétan? Hát Anett mondta mellékhatásokat. Nem vállalok semmi a szőrös-bőrös. Szőrös lennél, szőrös. Összekeversz valakivel szerint. Nem, csak a nagy parád a gyerektől, azt szerintem azért egy pár mellékhatást. Erről beszéljük majd. Nézzük meg, hogy mi hogy vagyunk mi férfiak ezzel. Elmondta Anett az ő sajátos női álláspontját. Ő a feledékenységünk miatt nem bízik ebben. Mi átvállalnánk ezt a nőktől? Na most egy tablettát bevenni naponta, az nem egy nagy ügy. Szinte én át... Hol tartanál a te kis fogamzásgátlót? Hát én nem szettedet. Az éjjeli szekrénél, mert ott sosincs víz. Ja, lenne egy ilyen kis cipzáros, kis ilyen kis... Hát ezt kérdezem, retikül. Hát valaki magával hordozza a gyógyszerét, van valaki a ridikülben. Nem, mint egy... Jaj, elnézést. Hát egy farkas volt. Nem, bocs, én bevettem az első tablettát. Tehát, hogy igen, hogy hol tartanád? Hát kint a gyógyszeres fiókban lenne. Úgy kis kalendárium, így kinyitnád, és akkor ott lenne mögöttem. Egy, nekem egy ilyen adventi kéne. Milyen jó. Az, mert te 24 napig szednéd. Hát nem. annyi max. És utána... Rágen, tegnap jött a Jézuska, ma már nem vettem be. Ilyen, nincs több ablakocska, egyszerre beveszek 6-ot, mi lehet. Szóval te simán átvállalnád. Na persze, nincs ebben semmi. Egereken működött, mi baj lehet? Jó, nem, ez működik, és aztán amikor abba hagyod, akkor azt hiszem, hogy ilyen pár héten belül újra visszáll a termékenység. Nem tudom, azért engem egy picit zavar ez a sterilizál szócska, még akkor is, hogyha átmeneti. Ez azért az az érzésem, hogy ez egy komoly beavatkozás a szervezetbe, meg úgy egészségügy. Hát de ezt a nők eddig átvállalták. Igen, igen, de eddig férfiként ezen nem kellett gondolkodni, mert minket nem érintett. Most, hogy férfiatlanabbnak éreznéd magad, hogy tudod, hogy a patronod az vak? Az nem, azt nem. Vak a patron, Gyuri. Az nem zavarna, hogy kóvályog, az nem érdekelne. De az, hogy mondjuk az egészségemet ez kockára teszi, az már igen. Na de hát basszus, hát ezt elvártad eddig a nőktől. Igen, sőt, és most teljesen döbben... természetesen vetted. Igen, és most döbbenek rá arra, hogy... De lehet, hogy van egy csomó exed, érted, aki most elkezdett szőrösödni, vagy mutál a hangja. Még időben léptem erre, gondolod? Már rég ott hagytad, és ő meg közben férfi kórusban énekel azóta. És alt. És te nem is törődsz vele, hát ezt nem lehetne visszaadni. Most itt az idő, hogy akkor sterilizálódj a körökben. Igen, sterilizálódj. Vissza kell adnunk, igazatok van, mert valamilyen szinten ezt be kell vállalnunk, ha őt bevállalták. Gyuri, kárcsos emelejtem el azokat a gyönyörű éveket, amit veled töltöttem. Majd gyere el a rögbi meccsemre. Támadó vagyok. Na, várjál, az előbb ugye beszéltünk arról, hogy trükközés. Tudom, hogy nem minden nő, persze abszolút tudom. De azért valljuk be, mi férfiak nem egyszer rettegtünk már életünk során, hogy be vagyunk-e trükközve, át vagyunk-e verve, nem lesz ebből baj.
tényleg igaz-e, amit mond. És tudjuk, de akkor már végig kellett csinálni. De tudjuk, hogy miről beszélünk. Arról, hogy esetleg egyes nők képesek voltak arra, hogy szándékosan nem szedték, vagy azt hazudták, hogy szedik, és akkor így lettek terhesek a férfitől, várva ettől a kalantól bármit is. Na, itt van a trükközés, viszont most akkor ki van zárva. Gyuri? Igen, teljesen ki van zárva, és ez az, amiért én bevállalnám. Még akkor is, hogyha nem hangzik jól ez a sterilizálás, de az a biztonságérzet, amit ad, és hogy az én kezemben van a jövőm, ilyen szempontból, azért bevállalnám. Na, mit szólsz, Anett? Hát annak nagyon örülök. Tehát, hogy... hogy a Gyuri bevállalja. Nagyon jó hír ez a társadalomnak. Igen, tehát sok ilyen Gyurit. De nem, Gyuri, te például, ha mondjuk nem lennél fix párkapcsolatban, akkor te a biztonság kedvéért állandóan szednéd, mert bármikor keveredhetsz kalandba, akkor viszont jobb, nem trükk, nem, de biztonságban igen, lenni? Igen, igen, teljesen. Tehát nála hol tartanád a te kis 30 tablettás szettedet? Hát szerintem én is az éjjeli szekrényemben. Akkor már megnézem, hogy a nők hogy csinálták ezt, az elmúlt évtizedekben azért ők kifejlesztették. És nem állod, ez a sosem lehet tudni, hogy hol alszom ma éjjel? Aha, mondjuk ez baj. Ez tényleg baj, lehet akkor a táskámban tartanám. De akkor naponta be kell vennem ugyanabban az időben. Hát azt most nem tudom, hogy erre is úgy vonatkozik-e, mint az Anettére. Itt reggel emlékeztetnétek rá, és akkor megoldanám, hogy kávét is együtt iszunk. Uh-huh. Igen. És mondjuk, hogyha szerda van, és reggel ránézel, kinyitod a ridikülöd, és, és látod, hogy a keddi még megvan. Akkor csörögnék az előző estinek, hogy valamit elszámoltam. És egyébként ugye a nőknél persze egyre jobb készítmények vannak már most a 60-as évekhez képest, de a nőknél is azért bizonyos mellékhatásokról számolnak be. Olykor ugye azt mondják nekik a nőgyógyászok, hogy érdemes szüneteltetni. Uh-huh. Erről biztos hallottatok. Te, ugye? Jó. Milyen mellékhatásokat vállalnál be, Gyuri? Látom, hogy te vagy a fő célcsoport. Tehát, hogy például bevállalnád-e azt, hogy mondjuk 10%-kal nő a testsúlyod? Akár a tokád is. Az mondjuk nagyon sok. Hogyha most megnézem a saját testsúlyomat, és az 10%, uh-huh, azért már kemény. Tehát most hány kiló vagy? Hát most 85. Tehát akkor lennél durván 96. Az para. De szerintem ezt vállalnám. Vállalnád, ezt vállalnám. Többet járnál edzeni. Igen, ezt még vállalnám. Másik célcsoport. Te mondjuk vállalnád azt, hogy mondjuk nem lehet rá alkoholt fogyasztani. Soha? Hát amíg szeded. Nem vállalom. Nem, de az egyik, tehát sajnos ellentmond a másiknak. Hát amikor alkoholt fogyasztasz, akkor vagy annyira felszabadult, hogy elindulsz. Megjön a kedved. Megjön a kedved. Igen. Akkor lesz egyáltalán kedved. Hát lehet az, hogy alkalmatlanra iszod magad. És akkor... Hát azt szoktam. Ez is egy védekezési forma. Szépen indult az este, de rám már ne számítsák. Bevettem a fogamzásgátlóval. Jó, vállalnád-e, hogyha az a mellékhatása, komolyan fontold meg, hogy 10%-kal csökken a szellemi képességed. Hát ezt bevállalnád. Szerintem már szedi. Laci, te? A szellemi képességet? Hm? Nem. De az egyetlen értéke a szellemi képessége, hát azt nem. Azt nem rombol, inkább hízok. Bocsi, jó, akkor 10%-ot csökken a férfiasságod mérete. Na nem. Na nem, hát már így is hova. Nem akarok egy gödröt. Akkor hiába szeded, mindegy lesz. Na jó, köszönöm szépen mindenkinek az őszinte megnyilatkozását ezzel kapcsolatban. Most a hallgatóktól szeretnénk azt megkérdezni. Egyrészt a férfiaktól azt, hogy milyen terhet vennél még át a nőktől. Ugye itt most arról beszélünk, hogy ez tényleg megreformálja a fogamzásgátlást, mint olyat, és tényleg nem a nőkön lesz egyedül ez a teher. És ezt azért... Én azt gondolom, hogy ez tényleg ez a dolog, ez mellékhatásmentes, akkor ezt a férfiak igenis vállalják át. De milyen terhet vennél át még a nőktől? Ezt jól gondoljátok végig, de a nőktől is kérdezném, hogy melyik terheteket adnátok át leginkább a férfiaknak? Aha, amikor a nők úgy érzik, hogy na ezt most én most már eleget csináltam, tessék már egy kicsit férfiak aktivizálódni. És ezt most ne korlátozzuk házi munkára. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden lehet, amit csak a nők csinálnak, viselnek, stb. 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 Egyrészt a jó lelkű férfiak, akik azt mondják, hogy ezt szívesen átvállalom, aha, de a nőktől is, hogy amit én szívesen átadnék most már végre a pasiknak. 0620 22 22 122. Ez a Bocskor!
3:09 lesz 4 perc múlva. Na, hát itt az átvállalás. Tehát, hogy férfiak mit vállalnának át a nőktől, vagy a nők mit adnának át legszívesebben. Van egy pár ötlet. A nők nem szeretnék kiadni az irányítást a baba kérdésben, Ildi a kiskertész. Hát ez, Ildi, ez nagyon arra haj az, amit mondtuk, hogy ti szerettek ebben trükközni. Bizony, ezt majd én döntöm el, hogy mikor leszek terhes, nem a férfi fogja megmondani, hogy most akarja vagy sem. De nem csak abban az irányba szól ez, tehát a másikban is, hogyha ő még nem akar gyereket, és a férfi már igen. De ez nem függ össze ezzel a tablettával. Hát ha... Mert attól ő még szedhet bármit is, tehát hogy ő azt akarja, hogy, amikor ő úgy gondolja, én legalábbis így értelmezem, amikor ő nőként úgy gondolja, hogy gyereket akarok, akkor a férfinak ne legyen ebbe beleszólása, ne álljon ellen tablettával. Igen. Nem biztos, lehet, hogy van benne ilyen is, nyilván, hogy nem akar kockáztatni, tehát biztosra akar menni, de egyébként ott van a félelem is. Bennem mondjuk nagyobb a félelem az iránt, hogy mondjuk nem vagytok megbízhatóak. Én továbbra is ezt tudom mondani, tehát, hogy egészen egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy például az én volt férjem beszedte volna. Biztos feledékeny. Ki kell ezeket mondani pár évvel később? Na, van még ilyen. Na, akkor a túlnépesedés kérdése megoldva. A legtöbb férfi Gyurihoz hasonlóan annyira parázik a gyerekvállalástól, hogyha hozzájuk kerül az eszköz, kb. Fele annyi gyerek fog születni, üzeni Zsú. Simán benne van. Indirekt módon megint ugyanezt mondtad ki, Zsú. Igen. Hogy ez megint a ti kezetekben van, és ti irányítjátok, és akkor viszont át van egy csomó férfi verve. Igen, végén kiderül, hogy a nők sem akarják annyira, hogy a férfiak nyomják ezt a fogamzásgát le. Igen. Üzeni Sanyi, hogy engem csőbe húztak, azt mondta, szedi a gyógyszert, közben nem. A klimax élményét írja így valaki, és nem tudom, hogy férfi írta, hogy ezt átvenné, vagy egy nő írta, hogy átadná. Igen, de hát a férfi klimax is szép, tehát, hogy az is tud szép. De az inkább egy pszichés dolog, nem? Tehát az is egy hormonális dolog? Én nem tudom, még. Várom. Várod nagyon? Nagyon várom, milyen lesz a klimax. Én szívesen szülnék a nő helyett. Nagyon durva lehet átélni is, még a fájdalmat is levenni róluk, hiszen ők a gyengébb, nem üzeni Márk. Nem volt még olyan nő, akitől ne hallottam volna azt, hogy ti belehalnátok. Igen, 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 ezt lehet hallani. De ő mint férj, vagy apa, vagy nem tudom, mi azt mondja, ő átvállalná. Emlékeztek, hogy volt az a fickó, akinek megcsinálták ilyen, nem tudom, ilyen elektródákkal, meg nem tudom, hogy ilyen szülési fájdalmakat idéztek elő, és azt mondta, hogy soha többé nem akarja. Én elhiszem, csak azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy tényleg pontosan azt tudják szimulálni. Tehát, hogy azt a fajta, tehát hogy lehet felmérni egyébként minden nőnél más, tehát én akár hány anyukával beszélgettem, az egyik azt mondja, hogy egész könnyű volt, nem volt olyan borzalmas, túl egészen odáig, hogy kibírhatatlan. Tehát ez szerintem nem lehet egy ilyen elektródával szimulálni, most éppen melyiket utánzod. Hát, és egy áramütés valószínűleg másképp fáj, mint egy gyerek. Igen. Igen. Tehát innentől kezdve kalapáccsal ráverünk a lábfejére, és akkor azt mondjuk, na ennyire. Igen, pontosan. Jó, férfi fogamzásgátló kísérlet volt, részt is vettem benne, nem működött, fizettek értek, Ákos. Már miért, a gyerekért? Vagy? Én nem tudom pontosan, hogy ez akkor ezek szerint nálunk, itthon Magyarországon volt ilyen kísérlet, és elképzelhető, nem tudom, de ez gondolom annak idején még ez az injekciós verzió lehetett. Gondolom, igen. Fene tudja. Csak, a kontroll érdekes. Bocsi, igen. Én a pénzköltést vállalnám át a páromtól, Katimtól. Aha. Hát mint teher. Kezd el csinálni. Én már átvettem az asszonytól a hisztit. Már olyan jó vagyok, azt mondta néha, úgy érzi, én vagyok a legjobb barátnője. Nagyon jó. Ez aranyos, igen. 42 éves vagyok, eleget menstruáltam, most már vállalja át a férjem. Azt mondta nem. Hát több okból is nehéz lenne. Igen. Én a szülést vállalnám át, szintén valaki. Én nem gondoltam, hogy ezt például írja. Igen. Sziasztok! Háztartás, ügyintézés, gyereknevelés kombó átadásán kívül jó ötlet a férfi fogamzásgátló, mert én sajnos migrén miatt, sokan nem tudják, nem szedhetek semmilyen hormonális gyógyszert. Ezen kívül szívesen átpasszolnám a havi hormonális hullámvasutat, illetve a változókor minden finom nüanszát. Puszi, szuperek vagytok, Timi. Aha.
Hát fél, lehet, hogy a férfiaknál is megvannak ezek a hullámvasutak, csak ugye nincs mire hivatkozni. Te átvállalnál? Tehát, hogyha mit tudom, a feleséged átpakolna egy kínját rád, akkor azt átvállalnád, ami női kín. Még? Most nem az együttélés kínját gondolom. Én nem akarok már kínokat. Én, neked, ne, én sem, nem akarok semmit átvállalni. De például ez, ez a havi hormonális hullámvasút, ezt átvállalnád? Biztos, hogy nem. Miért? Egy picit őt nem. Felszabadítanád? Nem. Így sem vagyok jól. De igaz. Én nem akarok. Az igaz, nem akarok vagy jól. Még hullámvasutakat alagútba le. Gyuri, te mit tudom, csak az év felében átvállalnád a menstruációval járó hormonális... A feleségemtől. Igen. A te a Laci feleségétől? Nem, a saját párodtól. Persze, szerintem igen. Az év felében... Ő panaszkodós? Ilyenkor? Nem, de azért látom, hogy vannak napok, amikor ilyenkor azért úgy ez tényleg kemény. És akkor legalább, vagy azt is lehetne, hogy mondjuk felét, mondjuk az első két napot, ami a legnehezebb, azt átvállalnám. És akkor ezt mi is látjuk? Tehát, mint amikor megkérdezem tőled, hogy most te menstruálsz vagy a párod, akkor azt... Egyértelműen látna, nem kéne megkérdezni. Rendben, jövünk vissza és játszunk egy finom kis hangcsapdát. Bizony. És azért, hogy tudjátok, igen, jó előre, na, most már próbálok rutint szerezni a saját műsoromban. Figyelj, ideje. Köszönöm. Megmutatjuk a hangot, figyeljetek. Pillanat. Ha nem vagy alakintésdők nagyed, akkor a divatvilág, a divatet közik egy részt. Gondolom, a stylistikában tön ad kitek tervezően mellé. Én azt fogja nézek. Nem nehéz, gyerekek, ráadásul egy Szikora Robert és Ergo 40 éves jubileumi koncert páros belépőt tudunk adni. Hát ez nagyon könnyű szerintem is. Hívjatok most 0620-22-22-122. Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 10 perc múlva. Nos, még jön egy pár. Én átvállalnám, hogy a válás után ők maradnak a közös lakásban, nekik ítélik a gyereket, meg az asszonytartást. Ezt nem teljesen értem, megint nem tudom megállapítani, hogy te most ki vagy. Tehát most te a férfi vagy a nő, mert átvállalnák, de a logikus ugye az lenne, hogy azt férfiként vállalod át, hiszen többnyire a nőknek ítélik a gyereket, meg a lakást, meg az asszonytartást nyilvánvalóan. Tehát... Hát ez esetfüggő, nem? Hogy ez most olyan, amit át kéne adni, mert teher. Nem, ő átvállalná szívesen ezt a, hát egyébként nevezzük kényelmi faktornak. Hogy marad a házban? Nem, igen, mint férfi, érted? Meg a gyereket ő kapja, meg a tartást ja, ő kapja. Férfi, én itt tudnám értelmezni, csak nem értem a megfogalmazást teljesen. Egy olyan férfira ne bízzuk a fogamzásgátlást, aki a gatyáját úgy veszi le, hogy a lábával felrúgja és elkapja. Hájjá! Ez zseniális. Én csináltam ilyet régen. Lábával felrúgja? Igen, hát így letolod, és akkor így felrúgod, és elkapod. Ez nagyon menő. Ez tetszik. Igen. Nem csináltad még soha? Nem, de most kipróbálom. Próbáld ki először jogginggal, az könnyebb. Aha, farmerrel nehezebb. Jó, van ez a gumiszáru gatyám, majd lehet, hogy ezzel. Az jól ki tudom rántani. Azt mondja valaki, ilyenre ne bízd a fogamzásgátlást. Én átvállalnám mindazt a fájdalmat, ami a ma még 7 éves kislányomra vár a későbbiekben. Ez aranyos. Igen. Jó, játszunk megint. Itt van velünk a Viki. Hello, Viki, szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia, Viki! Neked van olyan női dolog, amit szívesen átpasszolnál a pasikra? Hát én 13 éves korom óta minden hónapban küzdöttem a menstruációval, és én is átvállalnám a kislányomtól most ezzel a fejjel. Aha. És én most már 40 pluszos vagyok, és alig várom, hogy befejeződjön. Komolyan? De nem félsz ettől a változó kortól, amit szoktak ugye emlegetni, ezt is különböző a módon? A változó kortól nagyon félek, viszont nagyon-nagyon szeretném elengedni a mindenféle fájdalmat és nyűgöt, és nem vagyok egy hisztis fajta, de azért lelkileg sokat örlök. És ez hány napot vesz igénybe egy hónapból nálad? Sokat. Hát ami a szenvedős része, úgy értem. Hát az legalább majdnem egy 7-6 nap. És az 13 éves korom óta. Elhiszem. Most a Gyuri magában merett. Igen, szóval ez mindenkinél más és más. Van, akinek 3 nap és észre se vesz belőle semmit. Igen, tényleg így van. Nekem, én mindig tudtam napjára pontosan, és nagyon megszenvedtem. És a terhesség alatt fellélegeztél egy picit? Hát veszélyeztetett terhes voltam, de viszont nagyon-nagyon boldog időszak volt ez a 6 hónap, ameddig nem menstruáltam. Érdekes, köszönjük szépen. Gyuri, ezt kéne átvállalnod.
Oké, köszönöm, hogy ezt elmondtad, Viki. Végig gondoltság. Na. Tudnék mesélni róla, igen. Elkezdjük a játékot, mutatjuk újra a hangot, jó? Figyelj! Ha nem vagy alakintésdők nagy, akkor a divatvilág, a divatet közik egy részt. Gondolom, a stylistikában tön a kitek tervezőben mellé. Én azokat a nézek. Szerintem könnyű, Viki. Hát én Lakatos Márkra gondolom. Yeah. Én azt gondolom, hogy alapvetően a divatvilágában, ha nemzetközi kitekintésben nézed, akkor a stylistok, divattervezők nagy része meleg. És ezzel jár itt az első ajándékot. Figyelj! Gratulálunk! Gratulálunk! A nyereménye egy páros belépő a Szikora Robert és az Ergo zenekar 40 éves jubileumi koncertjére. Bim, bim. Ez az egyik. És a másik Viki egy bocsizacsi, jó? Gyuri, mi lesz benne? Lesz benne egy frankó baseball sapka és egy bögre. Okay. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Üldjük. Nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek. Neked is. Köszönjük, Viki. Szia. Sziasztok. Szia. Szia, szia. Jó. Voga? Bizony voga. Uh-huh. És a Gyuri már megfenyegetett kora reggel, hogy itt miután azt fogjuk boncolgatni, hogy milyen hatással van az agyunkra az, ha nem teljesen sötétben alszunk. Egy picit megijedtem, mert én nem szeretem a totál sötétséget. Nem szeretem a redőnyt teljesen leengedni, szeretem, hogy egy kis fény beszivárog reggel, olykor még tévére elaludni, azt is bírom. De mindenki, hát úgy is csukva van a szemet, ha lehet vaksötét. Nem teljesen ugyanaz, mert ugye nyilvánvalóan, én nem tudom te, hogy alszol, de éjjel én például többször felébredem, például egy ilyen fordulásom alkalmával, egy pillanatra kinyitom a szemem, de már alszom is vissza, tehát nincs igazán nagy alvás megszakadás, de akkor azért látod, hogy sötét van. Vagy amikor reggel ébredezel, nem kell ébresztő órára, és akkor bejön egy pici fény, ugye a redőny lyukacsain, vagy a sötétítő függöny mögül, akkor azt úgy bírom, ha van. Na, van ennek egy hangulata, de szerintem ez egészségügyileg meg tök fontos, erről én is olvastam. A sötét? Hogy sötéten aludjál, bizony. Hívjuk Vogát, elmagyarázza, kíváncsi vagyok. 9 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, milyen szép időnk van, azt a mindenit. Hello Gyuri. Jó reggelt, hello. Igazi tavasz. Hello Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. És Anett milyen cuki. Igen. Mert ugye ő is visszatért a Szabinkon, ő például Floridában. Ja, igen. Volt, és hozott ait mindenkinek, de bőkezűen. Tehát nem halló. Bár nem csak az anyagi költése gondolok, hanem az, hogy egy csomó helyet a táskádban elvettél saját magadtól. Ne is mondd. Hát nem tudtál belepakolni finom Victoria's Secret alsóneműket. Hát azért vettem egy másik bőröndöt. Ügyes. De tényleg, hát amiket kaptam, és Anett mindig úgy ajándékoz, hogy azért testhez állóan, személyre szabottan. Laci, de kaptál egy törülközőt? Igen, egy nagyon jó floridásod, mert hogy odáig én nem jutok el soha. Igen, és pont ezért ez fogalmazódott meg bennem, amikor megláttam egyébként egy árusnál, hogy na Laci, jön az Egyesült Államokba, de New Yorkban, meg Los Angelesben megragad, és nem jön le Floridáig, úgyhogy tessék. És egy ilyen útmutató tábla, ahol Florida különböző... Hogy mennyire jó helyek vannak. Igen, helyei mutatják az irányt ezen a törülközőn. Gyuri kapott egy szintén testhez állót. Igen, a kedvencemet kaptam ugyanúgy törülközőben, egy dollár. Nagy dollár. Lacika egy Hawaii-inget. Mert hogy mindig azt mondja, hogy ő nagyon szeretne egyet. Igen. És így indított útnak, hogy ha majd eszedbe jut, akkor... Igen, én meg kaptam egy Miami Vice pólót, de úgy, hogy rajta van Don Johnson és Tubbs, tehát hogy Crockett már és Tubbs. Már ugye a képük, igen. Az arcuk rajta van, Miami Vice felirattal. Ikon, óriás ez a póló. Borzalmasan néznek ki. De persze, hogy oldani fogom, nagyon jó. És zoknikat, ilyen mintás zoknikat, az egyik tele van emojikkal, ami ugye... A másik meg, hát gyerekek, én ezt nem tudom hordani. Az nagyon vicces. Hát az a menőbb. Tudom, hogy az a menőbb. Hát akkor? Hát gyakorlatilag, ha fölhúzom vádliig, akkor a sípcsontomnál és a hátsó vádlinnál egyaránt Sylvester Stallone Rocky arcképe van. Amerikai zászlóval. Igen. Tehát a Rocky a vádlimon és a sípcsontomon. És ezt akkor a másik lábamon is, tehát ez 4 darab Rocky, ha sétálok. Új szintre emeli a mintázoki fogalmát. Ez nagyjából, mint egy plakát zoknin. Elképesztő. És úgy tudom változtatni a Stallone korát, hogy lejjebb bokáit. Ezek után én már nem tudom odaadni a kis ajándékaimat, mert én a Brooklyn Bridge-en vettem nektek ilyen apróságokat. Tehát Anett olyan jókat hozom. De mi elhoztad? Itt van, már persze.
Na most a szegény Vogától, várjál, akkor várjunk később. Várjunk később, jó? Mert Vogától elvesztük az időt. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Hello, Vokci! Jó reggel! Boldog, jó reggel mindenkinek! Nyugodtan folytathattátok volna, nagy élvezettel hallgattam, ne vérkedj már. Figyelj, az oknit én elcserélem, amit tőled kaptam a tigrises gatyáért, azt már én... Azt tájföldön vettem neked. Már olyan az a kertben már olyan uncsi érte. De tényleg az egy gyönyörű sejem nadrág. Ugye milyen szép sejem? Olyan nagyon klassz középkék, és egy nagy sárga tigris van. Rá hímezve. Az ágyékom, hímezve. Olyan, mint egy világbajnoki öv két szárral. Érted? Hát mert azt tudni kell, hogy a thai-boxolók, ugye, akik kimennek a ringbe, és azok valóban ilyen, tehát egy ilyen szatén sort, és rajta sok esetben egy tigris ráhímezve, egy aranytigris. Bizony. Igen, hát ilyet vettem a Vogának, hogy ez jól áll neki. És... Igen. És kötelező volt ordani. Hát igen. Nehogy levetséges legyek valahol is. Na, Vokcika. Ha már gatyáról beszélünk, azért azt hadd mondjam el, hogy nem rendes ember, aki nem gyakorolja ezt a gatya felrugást, tehát ugye? Én ebben nagyon profi vagyok ebben. És én tudok olyat, hogy tehát felrugom, és tarkóval el tudom kapni, leengedni, és hátulos sarokkal vissza, olló, és az ajtó félfán, ha nyitva van az ajtó, egyszerűen kapura rugok vele. Tehát iszonyatosan profi vagyok. És még valami, a család női tagja is tudják. Nem azt mondtam, hogy ettől válik valaki férfivé, de... Nem, én örülök, azért... hogy ez be van, csak azt nem gondoltam, hogy a Vikit meglesett, miközben rúdossa a bugyiját. Nem lesett. Szerintem ő már leszokott róla, igen. Nem hinném, hogy ez egy... Hát szerintem a csajoknál nem jó hapsizós módszer szert. Mindegy, már megkérdezem tőle. Egyébként most nem is nemrég beszéltem vele, de megkérdezem tőle, hogy rúgja-e még a bugyit. Nem, már nem rúgdossa szerintem. De én ott kérdezzem meg tőle. Jó, hát figyelj. Akkor legfeljebb azt csinál, hogy rúgja, de a srác elkapja a szájjal. Tehát azt el tudom képzelni. Ja, hogy idomítja a férfiakat, ilyen érte. Igen, ja. Igen. Na, Vokci, beszéljünk az alvási szokásokról. Ez azért érdekel, ez a... Na, hát a helyzet a következő, hát az az érzésem, hogy mi mindannyian ebben a cipőben járunk, tehát én is nagy tévés elalvó vagyok, tehát mondtad, hogy te is. Uh-huh. Tehát én úgy nem tudok elaludni, hogy lekapcsolom a villanyt, aztán puff, és akkor három és alvás, ez úgy nem megy. Tehát mi van? Tévénézés, zene, valamilyen fény is van, tehát mindenképpen van valami. Ráadásul ugye, nálam itt a lakótelepen ugye vannak ezek a utcai lámpák, amik általában természetesen kontakthívásak, és azok még ott villognak is frankon. Tehát ennek van egy hangulat, tényleg, ezt én szeretem. Ti ezt hogy csináljátok egyébként? Én pontosan ugyanez, amit mondasz. Tehát régen még tévét időzítőre állítottam, és úgy aludtam el a kis villogására, meg hangjára. Igen. Fönmaradok, és a legjobb résznél áll le, és akkor szent is önideges leszek, hogy nem tudok elaludni reggelig. Igaz? Ma már azt csinálom, hogy amíg így beleálmosodom, egyet-egyet így belebiccentek a Charlie Sheenbe, akkor tudom, hogy most már ideje kikapcsolni, és akkor tényleg elalszom. Ja. De én nem sötétítem be totálisan a szobámat. Tehát a reggeli beszűrődő fény az a barátom. Ja, de hogy luxban meg tudod mondani, hogy mennyi marad? Mondom, körülbelül, hogy hozzávetően egy gyertya fénye az egy lux, tehát úgy körülbelül mennyi van? Úgy mennyi luxot hagyok éjjel? Ja. Hát éjjel nincs nagyon lux, de amikor hajnalodik, ugye hát korábban jönnek meg a luxok, mint hogy én felébrednék. Tehát a napkeltével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen hétvégén végleg hajlandó vagyok kinyitni a szemem, hát ott legalább van 15 lux. Hát akkor a 15 luxosok klubjába tartozol. Szerintem. Ezt én érzem. Laci, te? Én szeretem tök sötétben elaludni, mert régen csináltam ezt a tévére elalvást, csak nagyon utáltam, hogy ezeken az ismeretterjesztőkön, mert ott lassan beszélnek. Arra nagyon jól lehet aludni, amikor az állatokról. Csak bejött az, hogy késő este mindig... A David Attenborough megfogta a kezed is? Megfogta David Attenborough a kezem, és így éreztem, hogy így simogatja a kézfejemet, és álomba szenderülök, de aztán... És amikor
szájon csókolt, akkor azt mondtad, hogy ne, ezt nem. Azt mondtam, David, talán tudni kéne, hogy hol a határ. David, hát akkor egyen rosszabb, mint a nagymama, na mindegy. Ne legyél benne biztos. De az a baj, ezek a csatornák átálltak arra, hogy este 10 után mindig jöttek ezek, hogy a, mit tudom, a náci Németország sapka divatja, meg a harmadik birodalom süteményei. Tehát, hogy iszonyatos izék voltak, és arról hallgattam, hogy milyen betonbunkereket építettek, és hogy lődöztek meg rakéta, és arra nem lehet elaludni. Tehát az nyugtalanságot igen, szűr. Igen, az érdekes. Igen, azt én mindig, az mindig megtalálható a téve. Ha nincs más, akkor mindig igen, ezek jönnek. Vagy, ami tényleg igazán altató, az a, az a piszok jó, az a hogyan készítsünk nemes kalapot című. Két és fél órás film, az szívületes. És még mindig nem tudom, hogyan kell csinálni. De nem, én tök sötétben alszom el, annyi van, hogy amikor a telefont leteszem, ugye az, amíg elalszik, annak van egy pici fénye, és az arra nagyon figyelek, hogy addig csukjam le a szemem, amíg annak fénye van, mert én nagyon félek attól, hogy a sötétben csukom be a szemem, és véletlenül bandzsán csukom be a szemem, akkor reggelre úgy marad. És a telefon ezt megakadályozza? És akkor a telefon még a fénybe csukom be, nagyon figyelek, hogy ne bandzsítsak, és akkor van csukva. Nagyon félek. Van ilyen, hogy te bandzsítól alszol el, te jó. Nem tudom. De nem tudsz elaludni, csak ettől félsz, értem, jó, semmit. Hát van egy ilyen komplexus, írjuk fel akkor a listára. Amíg van hely, igen. Na, mire következtetünk, Vokci? Na, a következő a helyzet... piszok káros gyerekek. Ha hiszitek, ha nem, már egy éjszaka alatt már 3 luxnál, tehát 3 gyertya fényénél, tehát a 15 lux az már tényleg nagyon gáz. 5-szörös túladagolás. Igen, fú, borzasztó. A következő történik, úgy működik az emberi agy, tehát úgy tart minket ébren, hogy az éjszaka és a nappal váltakozás a fény hatására beindul az úgynevezett, ugye az autonóm idegrendszerben a szimpatikus idegrendszer, a vegetatív idegrendszernek a szimpatikus része, az azt csinálja, hogy te éber maradj nappal, a fény hatására neked fölpörög a szíved, a normálisra, aztán az érzékszerveid, hogy is mondjam, funkcionálisabbá válnak, azon kívül beindul, ugye a vérnyomás is emelkedik, a szívverés, szívössze, mind piszok jó, összehúzódnak az áróizmaid, ezt nem tudom, hogy miért olyan fontos, de gondolom. Hát azért fontos alvás közben, hogy ne nyíljon ki. Nem alvás közben, ez nappal. Résnyire se. Egyébként igaza van, nappal is fontos. Hát nappal a legfontosabb. Hadd tegyek már oda egy gyertyát az áróizmomnak. A munkahelyedre, aztán... Tehát nappal ne hagyd nyomot magad után. Ezért van éjjel, tudod, az ágyba vizelés, meg stb. Tehát, hogy mert akkor elernyednek az izmok, az áróizmok is. Tehát ez a fontos, a fénynek ez a hatása az agyra, hogy beindítja a szimpatikus idegrendszert. Na most, már 3 lux elég ahhoz, hogy az agyad, mikor lefekszel, és mit tudom én, fény van, ennyike fény van, akkor ezek pontosan ugyanígy működnek. Tehát az agy, hogy is mondjam, ha például fogsz egy növényt, csináztatott növényt, és azt kevés fényhez teszed oda, már kicsirázott a növény, tehát már vannak levelei, és a kevés fény következtében főnyurgul, hogy úgy mondjam, tehát egy kis vékony száraz, ő annyira igyekszik, annyira próbál ő valamit, érted, nincs elég fény, és ugyanezt csinálja az agy is. Annyira próbál, annyira elkezd összehúzódni a szív, megugrik a vérnyomás. Biztos nem volt még olyan, hogy arra ébredt, hogy állatira lüktet a szíve. Nem. De figyelj, de nekem van egy trükköm. Hát egy saját privát redőnyöm van, ezt úgy hívják, hogy szemhéj. Tehát én becsukom a szemem. Tehát saját redőny. Ja, értem. Aha. Én becsukom a szemem, tehát az arra való, hogy sötétséget idézzen elő. Tehát ott nem jön át a lux. De nehogy azt itt, hogy a szemhéjadon nem mennek be. Az agy az egy, ez egy csodálatos dolog, az egy kiszaszerolja, hogy a 3 gyertya ég a szobában. Csukott szemmel is kiszaszerolja. Nem hülye. Igen. És mi a helyzet, amit a repülőkön lehet kapni, ezek a szemvédő izék? Az egy piszok jó megoldás, de én el nem tudom viselni a fejemen éjszaka, tehát az rátekeredik az agyamra, tehát borzasztó. Mm. Biztos vannak. Szerintem a repülőn az piszok jó, mert ott csak ülsz, de hát a forgolóc barát a szemképek között, ugye álmodban, az tuti, hogy az elcsavarodik rajtad, vagy levágja a füledet, vagy kiszúrja a szemedet, vagy a fene tudja. Tehát nem tudom, miért te használtál már ilyet? Nem, soha, csak azért kérdezem, hogy ennek van-e értelme. Emlékszel, a szállodai szedben mindig kaptunk ilyet. Nekem van ott itthon körülbelül. Az papucs volt, foga.
jó ég, azt nem teszem, azt a mennyire. Ott van rajtad az a fehér flotír. De miért van kettő? Nem is érted, hát hülye, jobb szem, bal szem, nem ilyen hülye. Látod, hogy te sem értesz hozzá. Na, szóval a helyzet az, hogy ez még hagyján, hogy itt beindulnak ezek a dolgok, hanem képzeld el, hogy az alacsonyabb fénynél ráadásul károsabb, mint a magasabb fénynél. Tehát, hogyha már fény van, akkor durogtassál rendesen, tehát villogjon a stroboszkop, stb. Ugyanis a következő történik, hogy inzulin rezisztenciát okoz egy nap alatt, édesapám, azért ez sem, nem semmi. Ugye hát az történik, a máj izom meg a zsírszövetek érzéketlenné válnak ugye az inzulinra, minek következtében nem jut be ugye a cukormolekula a sejtekbe. Tehát egy nap alatt egy ilyen fényes alvásnál, vagy villogós alvásnál, mert ez előfordulhat, és ráadásul ez teheti tönkre az ember életét véglegesen, és eljutunk akkor lassan a cukorbetegséghez. Azt ugye, a mindenit. Az inzulin rezisztencia, az a cukorbetegség előszobája. Te hogy vagy egyébként az inzulin rezisztenciával? Ezt nem tudom, hogy kell mérni, de... Azt úgy kell mérni, hogy milyen a vércukorszinted. Jó, rendben van, azt mondja a Torzsa doktor úr, rendben van. Torzsa doktor azt mondta, rendben. Igen. És ő nem hazudik. Hát remélem, hogy nem hazudik, hát figyú, de biztos vannak olyan orvosok, és még hazudják a páciensnek az egész kórképét. Hát akkor biztos át kell gondolni az előző 15 évet. Figyelj már, hogy általában mindenki hazudik, hogy miért ne az orvosod legyen. Hát meg kockázatos. Igen. Hogyan már? Hát semmi kockázat nincs, egyszer csak meghal véletlenül az ember. Akkor már nem kell magyarázkodni, érted? Az igaz. Főleg az orvosnak nem. Na, de akkor mi szóval az, amit ajánlasz, hogy totál sötét? Nem. Lehet totál sötét, persze az a legjobb. Az a legjobb. Viszont van még valami, ha már mindenképpen kell ilyen, hogy tényleg legyen egy ilyen... Én próbálkoztam ezekkel a mozgásérzékelős alacsony fényű lámpákkal, tudod? Uh-huh. De mindig arra ébredtem föl, hogy megfordultam, azt a pofámba villant, érted? De semmi. Ezt a faházba csináltam, körberaktatott, hogy kitaláljak, de hát borzalmas. Mindenre villogott. De vannak ezek a ilyen szórt fényű cuccok, amiket, hogyha alacsonyra teszel, tehát mondjuk a padlóra például, akkor az nem árt, valamint az, hogy ezek sárga, narancs és ilyen vörös fénybe tündököljenek, ne, tehát kékfehér mindenképpen, hát a kékfehér egyébként is idegesítő a szobában, de fehér fény és kék fény ne legyen, mert ezek piszkosul beindítják a vegetatív idegrendszernek ezeket a szimpatikus funkcióit. Hmm. Tehát akkor, de én szerintem te ezt jól csinálod, tehát egy idő múlva az ember elhagyja ezeket a tévés dolgokat. Egyébként én is azt csinálom, meg gondolom közöltek is többen, amit mondtál, hogy nézem a tévét, aztán egyszer csak azt mondom, hogy na jó, van elég, képbúv, azt lekapcsolok, mert akkor már többször elaludtam. Igen. Meg egyébként is hála Istennek olyanok a tévéműsorok, hogy tényleg végig kapcsolgatod, és akkor azt mondod, hát nem ér, aludni kell, kész, nem érdemes. Csak hát mindig azért kapcsolom végig, mert azt hiszem, én mindig reménykedem abban, hogy tényleg valami történik, de hát mit nézel végig? Az életedet. Ugyanazokat, amiket már egyszer a moziba megnézdél, a tévébe megnézdél, a VHS-re másoltad, a DVD-re másoltad. De most várjál, most ne, mi a luxról beszélünk, nem arról, hogy milyen szarok a tévéműsor. Az a lényeg, hogy érdemes aludni, mert szar a tévéműsor. Így van, pontosan erről hoztam. Tehát ne villogtássatok a tévét, mert cukorbetegek lesztek. Ez a lényeg, meg mindenféle szervi bajotok lesz. És úgy sincs mit nézni benne, úgyhogy nyugodtan lekapcsoljátok. Tehát marad a második világháború, meg a nemeszkalap készítés. Ennyi. Kész. Hát ez egy gyönyörű végszó. Így van, nagyon szépen köszönjük, Vokci. Megpróbálom, hogy most egy picit másképp, bár én még mindig sötétben ébredek, ugye itt a hétköznapi életnek megfelelően. Ez most nekem szólt? Igen. Nem tudjuk meg sajnos, mit akartál mondani. Akkor ennyi. Találkozunk holnap után. Köszönjük szépen, Vokci, és csőkutya, csáó, szia! Vokci dudája lefújt engem. Hát van ilyen. Szabály a szabály.
Jó, szerintem jöjjünk vissza. A legjobb pillanatokkal, a maival. Hát nagyon-nagyon filóztunk, melyik legyen a férfi fogamzásgátlás, vagy a tasmán tigris, aztán úgy döntöttük, hogy a tasmán tigris lesz az, mely ugye egy olyan erszényes emlős Ausztráliában élt, 1936-ban halt meg az utolsó példány, amelyet az ausztrálok érdemesnek tartanak arra, hogy újra élesszék, klónozzák. Mert ők azt gondolják, hogy kell nekünk a tasmán tigris, de mi arról beszélgetünk, hogy mennyire fölösleges. 10 óra lesz, 7 perc múlva. Na, hát itt összefoglalják a különböző érzelmeiket, ami drága hallgatóink a műsorral kapcsolatban. A Szentszék és az Ausztrál Nagykövetség is fogalmazza a tiltakozó jegyzéket, Darwin megforog a sírjában. Ez a mi kis evolúciónk. Valaki azt mondja, a Földön az egyetlen felesleges élőlény az ember. Hát én ezt erős szavaknak érzem, mert ha ezt komolyan gondolnád, öngyilkos lennél, és nyilván nem gondolt komolyan. Így van. Igen. Halleluja, Istenek, örülök, hogy visszatértél fölni. Remek nap volt, további szép napot a csapatnak, Joe a zsaru. Ma is jó volt veletek, hiába öregszem. Köszönöm. Oh. Oh. Bocsi, a mai adás is non-fine lett volt, nem véletlen, te hoztad be ide a magyar rádiózásba ezt. pont, bár nem tudom, hogy akar. Jó. Hás kacok, törölte állatgonozó luxmentes pilóta, szép napot, Depardieu, a nyugdíjas rajongó, valamint pumukli bőrbe bújt szerethető média mamutok irány az Ausztrál Arizona, hogy nyaljon meg egy rózsaszín krokodil. Egy vidéki parasztarcú a fal doktor üzente ezt nekünk. Látjátok, hogy jó, váltott ki emberekből érzelmeket a témaválasztás? Nem, tudtuk mi, hogy a tasmán tigris mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Nem, a tasmán tigris mellett el lehet menni, hanem ebben tényleg az az érdekes, hogy kell-e az nekünk, hogy tényleg addig kísérletezünk, amíg valamilyen olyan fajt létrehozunk, amely vagy már rég elmúlt, vagy még nincs is, és ezzel nem a veszélyt hozzuk-e magunkra. Ez egy vicces köntösbe burkolt, de nagyon komoly téma volt. Bizony. Ha valaki ezt nem tudta volna így. Ha nem esett volna le, ez egy elég komoly téma volt, gyerekek. És oda is raktuk azt a mindenit nekünk. Na, mindegy, el fog pusztulni az emberiség, az a lényeg, a végét csináljuk meg szépre izgalmas. A tasmán tigrissel, tűzijátékkal, lufi zsiráffal, minden legyen, gyerekek. Csapassuk neki. Úgyis mindjárt vége. Mindjárt vége. Ne nézzél rám. Nem nézek. Nem nézek sehova már. Nézzél. Mondom, rám? Hogy mindenkiből mást vált ki. Nézzél rám? Nézzél, mit csinált a lovász úrból. Na jól van. Remek volt. Elkezdtük a hetet, szerintem egész jól. Vágó piros folytatja. És... másik szint mondasz. Vágó után másik szint mondok. Vágó! De nem. Eltaláltam. Jó, mindenkinek szép napot, holnap reggel 6:08. Viszlát!